A stúdiót és a stábot a Fork biztosította. VG Motorsport, az új Forma 1-es portál, ahol szakértőközösséget építünk. Na, úgy néz ki, vagyunk. történt? Köszöntünk mindenkit, sziasztok! Sokat beszélgettünk Gáborral arról, hogy mi legyen a mai este az első box kiállás az évben, mi legyen a fő témakör, és igazából nem nagyon tudtunk választani. Tehát, hogy konkrétan annyi témakör van itt az uborka szezonban, hogy kis lehet azt mondani, hogy több dolog történt az idei uborka szezonban, mint a tavalyi év egy hát részében. Hát különösen ez a január vége, február eleje, amikor várjuk a bemutatókat, ilyenkor azért nagyon sok minden a fűsenő, és ez képes most ilyen ömlesztett, mintha az egész szezont betolták volna egy hétre, ráadásul pont abban a hétben, amikor nem voltam itt, de ez te külön röhögtél ezen magadba. Egyébként te emiatt csomóan írtatok nekem itt, szerintem Dani, neked is, hogy mennyi lesz a mai időnk, 3-4 óra elmegyünk éjfélig. Azért addig nem terveztük, mint a kettő 11 körül lelőjük 11 körül lelőjük. Az a jó hírünk van, hogy negyed, 8, fél 8 körül lesz a Via Kesep RB Form csapat bemutatója, az eddigi Alfa vagy Toro Rosso, vagy hívjuk őket bárminek. Ezt meg külön megbeszéljük Danival, hogy egyébként hogy fogjuk őket hívni, mert fogalmam nincs, vagy nekem van egy ötletem rá. De hogy ugye azt Las mutatják be, ott a Intercellent délelőtt, úgyhogy miközben itt zajlik az adás, aztán majd jönnek képek, úgyhogy majd azokból is csemegézzünk. De úgy döntöttünk Danival, hogy menjünk időrendi sorrendben, meg legalábbis amennyire lehet időrendi Bár sorrendet lehet, tartani. Igen mert hogy az év első híre az Günther Steiner távozása volt a háztól, és akkor egy kicsit ilyen házosan kezdenénk, ha bár túl sokat azért nem fogunk erről beszélni, mert vannak ennél fajsúlyosabb dolgok is, de azért mégiscsak emlékezzünk meg róla. Meglepett? Engem alapvetően meglepet, mert, mert ugye az időzítés talán, ami, ami, ami így jobban meglepett. Nem mondom, hogy számítottam arra, hogy Steiner elhagyja a házfedi ugye? Nem számítottam rá, hogy elhagyja, azért kérdeztem meg. Én sem számítottam rá, nem is éreztem annyira biztosnak az ő helyét, de így nem, nem, volt napi rendben, hogy ezen gondolkozzam, nem? Tehát, tehát nem, ne, kellett nem, ezen gondolkozni. Nem, nem, volt benne a történetben nekem sem, vagy nem lebegett ez ott a levegőben. Nyilván évek óta szenvedtek a mezőny vége fele, de hogy Egyrészt tudtuk az okokat, nagyon a Ferrarihoz vannak kötve, annyira, amennyire most majd a, a Red Bull lesz a Alfa Taurival, vagy hát majd a Via Kesebb RB-vel összekötve, mert ugye a szabályok szerint az összes megengedett, megvásárolható alkatrészt a ház, amióta megjött, megveszi a ferrari ugye a vázat a dalra építi nekik, illetve magát a monokokot, de ők maguk tervezik az autót, tehát az aerodinamikai elemeket, az autó koncepcióját a ház tervezi meg, de a Ferrari futómű alkatrészeire, váltójára, motorjára, és egyéb elektromos rendszerét használják. Tehát minden, amit gyakorlatilag a szabálykönyv, amit megenged, azt mindent megvesznek. Egy csomó dolgot tulajdonképpen házon belül gyártanak, és ezért tudja megtenni a ház, hogy nem tart fönn egy 600-800 ezer fős csapatot, hanem mindössze maximum 250 fővel, abban a dollárások is bele vannak számolva. És hát ugye az az érdekes, hogy a háznak van egy központja Maranellóban, ahol tulajdonképpen a a tervezés zajlik, az aerotervezés zajlik, ahol Simone Resta is dolgozik vagy dolgozott, mert most már ugye elhagyta a csapatot Günther Steiner távozásával egy napon bejelentve, és ahol egyébként az arról, mérnökök dolgoznak. Aztán utána van Bemberi be egy központ, ami tulajdonképpen egy autóösszeszerelő bázis, tehát ott nagyon sok minden nem történik azon kívül, hogy az autókat karban tartják, felkészítik a következő verseny hétvégére, kiavítják, ha valami gond van. És aztán van ugye a gyakorlatilag a háznak a központja, Észak-Karolinába. De hát ebből is tudjuk, hogy ez a háromszögelés, ez nem feltétlenül a sikeres szereplés kulcsa, főleg úgy, hogy saját maguk a lehető legkevesebb dolgot tervezik szándékosan. És ugye ezen különböző összegű, mint a hogy ő szeretett volna több beruházást a csapatba, szeretett volna önállóbbá válni, vagy ha szerette volna önállóbbá válik a csapat, egyébként szerintem Simon ereszte, és ezért távozhatott a csapattól. Igen, de ugye, ugye valahol ez ugye ellentmondásos uh, olyan szempontból, hogy nyilván a cost cap, meg minden egyéb ugye arra hivatott, hogy minél közelebb legyen a mezőny eleje és a vége, és nyilván a ház tipikusan egy, egy, egy olyan csapat, akik küzdenek a túlérésért, küzdenek azért, hogy el tudjanak költeni annyi pénzt, amit ugye a sapka megenged. Tehát ők nem, nem azok közé csapatok közé terem, tartoznak, akik, akik bármilyen szempontból is problémáztak azon, hogy a cost cap bejött, mert hogy ők nem is feltétlenül tudtak ennyi pénzt eddig elkölteni, most valószínűleg nagyjából megvan ez a budget, de ugye innentől kezdve, hogy ugye a cost cap működésbe lépett, ugye az a nagyon érdekes dolog, hogy ki milyen hatékonyan tudja elkölteni a pénzét. Ebből lesz egy jó autó. Tehát, hogy nincs arra lehetőség, hogy félre csúszott valami, elköltöttem rá a budgetem felét, és akkor majd behozok még egy annyi budgetet évközben, vagy új autót tervezek, új manokokat homologizálok évközben, mert nincs -e rá pénz, nincs -e rá mozgástér. Ez nyilván a nagy csapatoknak probléma. De ugye a háznál pedig, ez, amit most Gábor felvázoltál, ez a háromszögelés, ez hát azért nem igazán segíti ezt a hatékonyságot elő. Főleg úgy nem, hogy a ferrari nagyon rá vannak utalva, és a Ferrari alkatrészei köré kell ugye kasznit építeni. Tehát ilyen szempontból azért valahol kódolva van ebbe a projektbe, hogy Hát hátrányból indulnak. Hát igen, hát és ez a háromszögelés igazából még egy négyszögelés is válik, mert a dallara központját is bele kell vennünk, akik gyártják a monokokot, akik gyártják a nagyobb elemeket számukra. <kül> és tulajdonképpen ezek mind, -mind. Hát volt olyan, emlékszel néhány évvel ezelőtt, amikor azért nem készült el egy fejlesztési csomag, mert a dalra nem tudott adott időn belül elkészülni annyi, val, annyi darabbal, darabszámra annyi valamennyire szükség lett volna egy adott verseny hétvégi használathoz. Úgyhogy összességében egyébként azért érdekes, vagy engem azért lepett meg ez annak ellenére, hogy nem volt senkinek a helyesen beton biztos a Forma 1 mert Günther ez a saját projektje volt, de annyira, hogy ház Gene nem értett a Forma 1-hez ezt az egészet együtt találta ki, befektetőket megnyerte Gene haas ő maga grundolta össze a szponzorokat. Tehát a mai napik ha megnéztek egy Drive to Survive-ot, most szinkronizáltuk egyébként a héten, a hét elején a, a magyar változatot, megint jön a hatodik, Mar marad még hangod, hatodik, akkor ez jó, még jó hangom, 6. hatodik évad. <laughs> és ha megnéztek bármelyik évadból részeket, akkor az látszik, hogy azért Steiner mozgatja a szálakat, Steiner Igen. kezébe fut össze minden. Nyilván nem ő tervezi az autót, de, a sponzorokkal hát is ő tárgyal, ő egyezkedik. A legrégebb óta egy csapatnál lévő menedzser Én volt ugye a formányban, vagy csapatvezető. Tehát, És hát az ő az ő gyermeke volt a ház, akár meg Igen, a génház pénzéből kon konkrétan. épült fel, de, de az ötlet és a megvalósítás, az egésznek a, a, a nulláról való felépítése, az, az Günther ez tartozik. De ettől függetlenül nyilván ez nem védte, és nyilván ez az összekülönbözés, hogy már más modellben látta a génház, e, a génház az eddigi modellben látta a megoldást, a Günther Steiner pedig szeretett volna a modellt váltani, ebben nem értettek egyet, és emiatt jött létre, gyakorlatilag a szerződést meg nem hosszabbítása Fontos, hát nem lényegtelen, csak abban a szempontból fontos, hogy nem kirúgták Güntes Tejnert, lejárt a szerződés a december 31-én, és egyszerűen nem kapott új szerződést a Jadvár Ez ugye fontos kihangsúlyozni, mert azért amikor ugye Güntes Steiner, Először első hírek befutottak, hogy elhagyja a ház fedélzetét, akkor ugye mindenki arról beszélt, hogy fú, milyen dolog, miért rúgták ki az nagy agytrösztört, ugye elkezdődtek a vádaskodások az interneten, hogy vajon akkor elégedetlenek voltak vele. Nyilván az eredmények azért nem voltak túl jók, de hogy az is kérdés, hogy mit lehet elérni egy ilyen projekttel. Ugye a tavalyi év az elég hektikus volt, hogyha visszaemlékszel, Gábor, ugye milyen sokszor láttuk azt, hogy nagyon jó ment a Kvalin, a csapat, főleg Hülkenberg volt az, aki brillírozott. É, volt egy gyors autójuk időmérőn, tehát a egy helyszínek egyharmadán, egy harmadán, voltak a Q3-ban legtöbbször. Úgyhogy ezzel nem volt gond, a gond a gumikezelése volt meg az abszolút versenyezhetetlen autóval. Ami jó kérdés, hogy mennyire volt a Ferrari-tól vásárolt alkatrészeknek a hozadéka, és mennyire kötötte őket gúzsbe ez az egész, és mennyire volt egyébként a ház tervező brigádjának a, a kérdése, és nyilván őket azért Günter Steiner felügyeli, tehát valahol az ő is a felelősség, még akkor is, ha nem ő tervezi az autót. Ez idén kiderül majd a Komatsu irányításával, hát, hogy mennyire egy, te, egy technikai ki. ember, egy technikai beállítottságú ember került Abszolút. vezetői tehát Volt, Volt versenymérnök, aztán ugye a a vezetőmérnöki lépett Itt van már Komatsu elő. egyébként, hogyha látjátok, akkor. Meg rajta van a williams is, de majd is meg. <laughs> Igen, a Williams főszponzora is lett, álljó Komatsu. Az egy érdekes kérdés, miközben ti is tegyetek fel kérdéseket, látok is néhányat közben, YouTube-on és Facebook-on. Igyekszek mindent figyelni, jó? Nem fogok tudni minden kérdést beolvasni, majd, de hogy ez egy interaktív adás, nyilván Gáborral azért az alapvető tényeket kivestézzük, meg egymás között megbeszéljük, de hogy. Nyilván itt az a lényeg az online műsornak, valahogy ti is kérdezzetek, de most én fogok kérdezni egy kézenfekvő kérdést, hogy milyen esélyekkel fogja ezt, ezt a pozíciót megfelelően betölteni Komácsú? Egy olyan ember, aki a motorsportban már kávé minden oldalon, mérnöki fronton ott volt, látja a folyamatokat műszaki oldalon, de mennyire tud jól működni egy ilyen műszaki ember vezetőként? Ez egy jó kérdés, és soha nem lehet eldönteni. Ugye, ahogy a Dea Stella a McLarennél a semmiből gyakorlatilag tökéletes csapat főnökké lépett elő. Igen, A év során, és abszolút beváltotta a hozzá nem feltétlenül fűzött reményeket. Én egy szkeptikus voltam, amikor aztán a csapatfőnök kinevezése kiderült, nem feltétlenül éreztem azt, hogy technikai mérnöki oldalról indulva, hiába ismeri a csapatot régóta, ugye korábban a Ferrari-nál is sokat dolgozott, de mégiscsak azért csapatfelezetői kvalitások, látjuk, mennyire nehéz egy csapatot jól vezetni, jól összetartani és igazából csak Totó Wolf és Christian Horner tudja ezt magára elmondani hosszú évek viszonylatában, hogy ezt sikeresen tudták, vagy meg, meg tudták ugrani ezt a kihívást. Komatszónak azért lesz nehéz dolga, mert nyilván egy működő rendszerben, amiben ő is részes volt. Tehát az, hogy ez a csapat eddig milyen sikeressége vagy sikertelensége működött, az egyik fő ember volt Günther Igen. Steiner alatt. Igen. Nyilván most az ő kezébe került a karmesteri pálca, hogy mit akar másképp csinálni, vagy mit csinált volna másképp, ezt mi nem tudjuk, ezt csak ő tudja és ez majd menet közben talán kiderül, de azért nehéz e, örökséget vesz át, mert hogyha kényszerből elvállalta ezt a csapatvezetést, vagy úgy érzi, hogy ebből is ebbe tud valami többet kihozni, de nem sikerül, akkor gyakorlatilag szerintem a karrierre ráméhet, a házas karrierre lehet, hogy rámegy. Hát igen. Vagy kénytelen kelletlen Jeanház be kell, hogy lássam, mondjuk egy vagy két év próbálkozás után, hogy ezzel a modellel mégsem lehet sikeresen szerepelni, és akkor változtatni kell, de akkor Güntestejnernek lett utólag igaza. Hát igen, szerintem egyébként hogy mondjam, én, én mindig is azon a párton voltam, vagy azt mondtam, hogy ez a fajta változtatás nem fog itt egy-két éven belül semmilyen pozitívumot hozni, hanem nem is ezen múlik, nem, nem, is, nem is hiszem, hogy Günther Steiner személyén múlt volna, főleg a háznak a, az alul teljesítése, nyilván ez is nézőpont kérdése. Sokan kérdezik, hogy vajon Steinernek van-e visszaút. Én úgy tudom, hogy azért kapott már ilyen-olyan megkereséseket, és talán amire én emlékszem, hogy Steiner úgy nyilatkozott, nem emlékszem, hogy kinek, hogy ő a másik oldalon is el tudná képzelni magát, tehát mondjuk a FOM oldalán, a Forma egy oldalán, valamilyen, valami szerepkörben. Nem biztos, hogy csak nem, a csapatok hogy vagyok oldalán. El az elfiánál. jó kérdés. Nyilván ennél azért öntörvényű, vagy sokkal több szabadságfokkal rendelkező, vagy azt igénylő ember, Günther Steiner, de hogy el tudom képzelni. Nyilván nagy rálátása van egyébként az egésznek a működtetésére. Nem biztos, hogy csapatfőnök szempontból ő volt a legtökéletesebb csapatfőnök. Ugye, miután ezt az egész sztorit ő rakta össze, nem volt kérdés, hogy ezt ő vezeti. Igen. De lehet, hogy van olyan pozíció, amiben, amiben jobban rálát. Ha abbenkötök olvastak a könyvét, szerintem abból kiviláglik egyébként a. Surviving to drive. A igen. sok, sok káromkodás, meg minden egyéb mellett, hogy milyen mértékig és milyen mélységig van ő benne, vagy volt benne az autósportban, a Rally VB-vel kezdve, és aztán egy csomó más projekten keresztül a Form 1 is. És ha jó szakember, ha csak átlagos, olyan tapasztalata van, hogy nyilván ezt azért nem nagyon akarod veszni, hagyni, vagy hát legalábbis ebből sok csapat profitálhatna, vagy sok szempontból profitálhatna a Forma 1. Úgyhogy nem lennék meglepve, hogyha lenne számára folytatás, de nem feltétlenül vagyok abban biztos, hogy neki a másik kilenc csapatnál a lehet csapatvezetői állása. Pont azért, mert szerintem a többiek ugyanezre a gondolkodással Bármelyik csapat élén azt mondják, vagy csapat tulajdonosok azt mondanák, hogy itt van Steiner, igen, nagy figura, sokan szeretik, összerakta a házprojektet, de lehet, hogy egyébként projektek összerakására alkalmas, és beindítására. De magának a csapatnak Simán. a vezetésére már kevés. Ez akár bármelyik üzlet, üzleti világ vagy üzleti szegmensben vannak ezek az emberek, akik, akik jó szervezetépítők. Nekem egyébként így bezárva ezt a gondolatmenetet, ugyanis rengeteg érdekes topikkal készültünk. Itt már látom, hogy írjátok többen, hogy foglalkozzunk Steinerrel, Hamiltonnal, mindenki. Fogunk, ez nem egy rövid stream lett, úgyhogy tartsatok itt velünk. Igen, a 13 percesen sem megyünk, és még csak házhoztunk, de most már lassan vezessük le. Megmutatjuk az igen. autót? Még nem, mert még én elmondok egy gyors gondolatmenetet, hogy nekem Steinerbe az volt az ex Extrém módon ö, ö, inzultáló, vagy vagy számomra nem szimpatikus, ahogy, ahogy néha az embereket kezelte, amit láttunk. Nem látunk bele mindig a színfalak mögé, de azért lehet látni egy-két felvételt, akár a Drive to Survive-ban, akár az interneten. Hogy, hogy, az, akár a versenyzőkkel, én ugye ezt az oldalt tudjuk talán a legjobban megérteni Gáborral, hogy amikor van egy rosszul sikerült verseny, rossz flóba vagy, Grozan rengeteget hibázott, ugye, ugye is nagyon sokat hibázott folyamatosan, tehát a kritika jogos volt, de ahogy a kritikát átadott, szerintem az nagyon, nagyon fontos, hogy az a megfelelő pillanatban megfelelő kommunikációs irányelvekkel, vagy felfogásba adát, és szerintem ilyen cím, túl nyers volt. Nekem értem, amit mondasz, volt. nekem és az embere, Ez neked tetszik? Igen, nem, nem a tetszik, embere válogatja. És én meg inkább ilyen típus vagyok, és ezért könnyebben is viselem ezt. Tehát, hogy a, a csípőből tüzelő első reakció lehet, hogy bántó, de őszinte. És egyébként azt mondod ki, ami a, a, a szíveden az a szád. Te azt mondod, hogy ez a forma egy, itt vagy, mész, igen. teljesítesz, megkapod igen, a, a, a válaszokat. Igen, nem kell természetesen mindenkit ostorral jutni folyamatosan, de hogy egyébként azért nagyon nehéz ezt eldönteni, mert ugye, amit Drive to Survival alapon nézel, rengeteg kamera van rajtuk akkor, amikor ülnek a boxfalon. Azt a versenyző nem hallja. Tehát amikor elhangzik egy, meg kinéz egy ilyen a kamerám, ezekre, kimegy egy Ezeket a versenyzők nem látják, csak legfeljebb utólag. De viszont ugye rögtön azt hiszed, hogy nem ezekre gondoltam, a párbeszédek, azok is extrémek voltak. Igen, de, de szerintem de mi ide, az szólt a akkor... kamerának is szerintem a történet, a óhatatlanul szólt a kamerának, hogy hát, mindenki kicsit szerepel a kamerának, nem minden helyzetben, de azért vannak szituációk. De értem, amit mondasz, tehát abszolút elfogadom, és vannak versenyzők, akiknek inkább kenegetni kell egy kicsit a lelkét, meg balzsamozni, de alapvetően ugye ez nem gyereknevel, erről is annyit beszélünk. Tehát ez nem a kis csoport, ahol majd megtanítjuk úszni a versenyzőket. Ez a világ elit autosport sorozata, ahol már, ahova már kész versenyzőként érkezel, és meg kell tudni vetni a lábad, és persze itt is tudnod kell összerakni a karriered, de itt már, never, nem, tehát itt már nem lehet plusz x éved még, hogy még valahogy magadra találj. Ez talál, javasl, és, abszolút. Tehát, abszolút. És gondolj bele, milyen nyomás van rajtuk. Tehát szerződtetsz, szponzorokat megállapodsz, dollár 10 milliókról, ígéreteket adsz, próbálsz valamit teljesíteni, ez... és, és nem rajtad á, eldő, vagy nem rajtad múló dolgokon, úgyhogy egyébként a csapatot teljesítheted. Hát nézd meg azt az évet, Mick Schumacherrel és Kevin Magnussennel, mennyi pontot szortak el, hanyadikak lehettek volna. Jó, ez Akkor még az autó nyugos. tudta is volna a pontokat hozni, tavaly már kevésbé. Igen, de ha hogy szerint, egy szerintem az is egy, egy, egy külön processz ugye a csapaton belül, hogy a versenyzőből hogyan hozt ki a maximumot. És szerintem ez is egy érdekes topik. Tehát, hogy értem, hogy itt vagyok ez a már egy külön driver coaching feladat, ez nem a csapatfőnök feladat. De a a csapatvezető személy szerintem, szerintem, nagyon fontos volt. Nekem volt például egy, egy, egy olyan nem csapatmenedzser, hanem egy ilyen programmenedzser, aki, aki ilyen tipikusan ilyen, ilyen nagyon keménykezű volt. És olyanokat csinált velem, ami engem marhára összezavart. Uh, nem akarok neveket társítani hozzá. Nem, nem, egyébként nem egy magyar szakemberről van szó. Um, és, és olyanok, olyanok történtek, hogy, hogy időmérő közben ott vagy egy tizedre a továbbjutó időtől, még egy ránod van, egy, egy nekifutás, oda jött, kinyitotta az ajtót, nyilván karosszíres autó, túrautó, és elkezdte ütni a hasamat, hogy ha nem jutsz be, akkor nem beszélek vele. nyilván ez, ez, én, már egy én, extrém, én például soha hogy... nem szerettem, hogyha a csapatfőnök beszélt velem a rádión verseny közben, vagy időmérő közben. Tehát az, az annyira intim, az annyira a versenymérnök és az én dolgom, vagy max. egy adott mérnök szóljon bele, tehát ott, amikor a csapatfőnök beleszól, ez formájban sem szeretem igazán, tehát azok nagyon-nagyon megnyilvánosak, amik abszolút a tévé között is A csapat szülők a csapatot, nem? Igen, tehát amikor jön totó Wolf, meg, meg, tehát mindegy, bárki, bármelyik csapat. Luis, az, you are doing an amazing azért job. Azért hoztam elő Totót, mert ő szeret a legtöbbször így azért Itt. kicsit csütkérezni a fénybe. Igen, játszik ő és, sokszor. és, és tehát ott nem nagyon lenne dolga, és én nem nagyon szerettem. Bárki, bármelyik csapat főnökömre gondoltok, szerintem nagyjából neveket tudtok társítani, vagy a külföldiek közül nem kell, de hogy Sosem szerettem, amikor fölöslegesen jöttek, különösen verseny közben, mert az annyira az én dolgom, az annyira, Igen. és teljesen mindegy, hogy én, a Dani vagy bármelyik formegyes versenyző, vagy bármelyik versenyző világon, ott minden rajtad múlik. Ott már a csapat mindent megtett, és ott neked kell döntéseket hozni, és ezt kívülről senki nem tudja neked megmondani. Mindennél jobban tudod, mindennél jobban tudod, és csak ront a koncentrációdnél, és csak adott esetben vagy fel, az agyadat, vagy. Vagy csak, vagy csak egyszerűen elvesz x százalékot abból, amit a, amit a pályára és a csatára kellene koncentrálnod, ilyenkor nem kell, hogy beszéljenek. Egyetértek. Ott. Na és hogy hány százalékát veszél az összesen megszerezhető pontok számának a mögöttünk található ház, ez a következő téma itt látom. De ez egy nyerő autó, rá kell nézni. Nyerő autó, azt látom, hogy folyamatosan írjátok továbbra is, hogy kivel mikor foglalkozunk, időrendi sorrendben haladunk, vagy próbálunk Hányan. valamennyire. Beszélni fogunk minden fontosabb témakörről. A következő az a ház, ezen szerintem viszonylag gyorsan. Gyorsan menjünk át, jutni. ugye egy festés ez az új autó volt, új autó renderet, renderelt autó festése. De nem csak festés. Két dolgot akarok kiemelni, ugye ez a nagyon Red Bullra hajazó oldal. Nem kell, nem kell köszönöm. Ezek az oldások beemlék, amik abszolút jellemzőek lesznek idén, gyakorlatilag az egész mezőnyre. Mindenki fölhúzza, amennyire csak lehet az oldalsó légbeömlőket, és nagyon elkeskenyítés, inkább szélesre húz, hogy alul maradjon nagyon sok helyez, majd Másik autóknál is mutogatjuk, illetve egy dolog, ami még utalhat arra, ugye a lengőkarok, szintén a lengőkar elhelyezések nagyon magasra húzott elülső felső lengőkar, és aztán amennyire lehet hátrafelé lejtő hátsó lengőkar részek, hogy próbálják a levegőt hátrafelé lefelé terelni, ezt is szinte mindenki így fogja, és eddig is az eddig bemutatott autókon így alkalmazták. Illetve ami még egy, hát kuriózum, ugye eddig ez a nagyon keskeny állakú, Légbeömlő volt a háznál is, és hát ugye a ferrari -nál is azt láttuk, ez a nagyon picire vágott háromszög. Most ehhez képest már ugye egy olyan oválisabb alak alakult ki, ami egyrészt utal arra, hogy mivel a Ferrari-val nagyon komoly a szimbiózis és az együttérés, a Ferrari is valószínűleg ilyen irányba megy el, tehát a centrális fűtésnek nagyobb szerepe lesz majd a Ferrari motoros csapatok esetében. Ahogy ezt egyébként már láthatjuk, vagy láthattuk korábban, ahogy a Hát az egykori Alfa Romeo-nál, akik most Steak néven, nem, de már nem, már nem steak. most már kik Zauber néven szeretnek, mindjárt rájuk is kitérni. Elégett a Steak gyerekek, és az már ki. De hogy, ugye ami még változott, és a másik, amit akartam hozni, az, hogy egykaros lett a hátsó szentartó ami eddig kétkaros volt a háznál, de ez megint csak egy olyan dolog, hogy... Meg résztett kérdés, nem ezen fog múlni a ház Ez egy kérdés, hogy nekem úgy tűnt, amikor először megnéztem az új autót, illetve ezeket a renderképeket, hogy mintha kicsit ugyan ez a része nőtt volna itt a kopotyúnak a, 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 az eleje, de hogy a hátsó része a motorborítás, mintha egy kicsit ilyen kompaktabb lenne, egy kicsit szűkebb lenne, és ez nekem ez azt mutatta, de nyilván ez egy ez egy feltételezés, hogy talán a hűtés megoldása a Ferrari-nek valamelyik javulhatott az hát ide, Javulhatott az a hűtési hatékonyság. Vagy hát, csak... hogy a motor, motorfejlesztés, hogy be van fagyasztó, de azért nem minden, tehát azért lehet bizonyos módosításokat csinálni. Hát meg ezek állóképek, azt rajzolsz rá, amit akarsz. Tehát itt nem, itt nem jár a Ez megint egyébként egy ilyen poénos Persze, képa abszolút. Van. Na mindegy, szóval ennyit a házról, majd meglátjuk, hogyha a 21-én pályára gördül, akkor ehhez képest mennyit változik az autó, de elsőként ők jöttek elő. Tehát volt egy nulladik bemutatónk, amit azért nem is hozunk elő, ez a McLarennek a festés bemutatója volt, mert a McLarennek egyébként jövő héten lesz majd bemutatója, azzal foglalkozni fogunk a jövő héten, ahol elméletileg már a idei autóról beszélünk, és akkor jön egy másik témakör, ami megint csak nagy port kavar, de nem volt ideje arra, hogy kifussa magát rendesen, mert ezt a Hamilton Ferrari szerződés gyorsan le is hát vette ez 24 a 24 órán belül történt két óriási hír, az egyik a Forma 1-re nézve egy nagyon negatív hír volt, a másik pedig alapvetően egy nagyon pozitív, attól függetlenül, hogy kikinek szurkol. És tényleg az volt, hogy mindenki kiakadt. Én is egy kicsit megmondom őszintén, mert én, én amellett kampányoltam, kampányoltam, annak örültem volna, hogyha bővül a rajtrács minél hamarabb. Mindjárt megbeszéljük de hogy ezen mindenki így teljesen ki volt, a mért miért így, na a nem tudom, a formélyes csapatok miért ellenzik, nem tudom, neki fel volt háborod, és utána jött a bomba másnap, és már senki nem beszélt arról, ami egyébként az elmúlt idő szak Horner, Ferrari, hamilton leszámítva azért egy elég erős híre volt. Igen, ez egy vezető hír volt, és én is vártam, hogy ez tavaszig megoldódjon, mert hogy meg kellett oldódni az, hogy rajtozáshassanak. Tehát valamilyen döntést kellett hozni, hogy ez benne volt a pakliban, vártunk erre a döntésre. Viszonylag gyorsan meghozták egyébként. Meglepődtél? Vagy te mire számítottál? nem lepődtem meg az elutasításon, azon lepődtem meg, hogy nem állapodtak meg valami konkrét tumba. Tehát, hogy én egy olyan megoldásra gondoltam magamban, még a szezon végén tavaly, hogy nem fogják az Andretit így beengedni ebbe a történetbe, de azzal együtt, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy az Andretti nem jön 25-ben, azt is el fogják mondani, hogy de ilyen meg ilyen feltételekkel, ilyen meg ilyen időtávon megállapodtunk velük, és majd ekkor meg akkor tutira jönnek. Ez valami kapaszkodó. Igen, ehhez képest annyit igen. mondtak, hogy nem igen. jöhetnek, és majd 28-ban egyébként megpróbálják újra, mert akkor majd már a kedire együtt milyen jó lesz. Igen, ugye Amellett, hogy nyilván lehiggattunk, és oké, okay, miért nem lehet új csapat, a többi csapat milyen, nem jó fej a FOM, nem jó fej, azért vannak... Szintjázi Igen, tehát, tehát hogy vannak, vannak olyan érvek, amik tök jogosak. Tehát ugye alapvetően a Formel 1 a, a legfontosabb érdek, hogy olyan csapatok legyenek a rajtrácson, akik szorosan követik egymást, versenyképesek, be tudnak illeszkedni, és azért bármennyire is hatalmas név az Andretti, senkinek nem kell bemutatni, Egyrészt autóépítésben nem igazán van tapasztalatuk, másrészt ugye motorbeszállító nélkül érkeztek volna. A Kedilek, a GM igen érkezik majd valamikor, és ugye már bocsánat, nekik sincsen. Hát ez azért életükben nem építettek Forma egyes Tehát, És akkor Tehát. sokan írták erre, hogy de hát a Ford is jön, hát a Ford az marhára nem így jön, a Fordnak a Red Bull épít motort, FormEngert. És, 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 az, és az elektromos kutatásaikat, vagy az elektromos uh, autóépítési know-how-t az elektromos részhez járulnak hozzá, de nem magához a, a belsőgésű motorhoz. Igen ott fordított felállásban, és ott Kedileg, a General Motors meg amúgy sem volt bent ilyen szempontból, tehát ott meg semmi ilyen típusú no how nem, nem, sem. nem, nem, semmi. Azt, igen, és az egy jó, jó pont, amit a Dani mondott, egy jó kapaszkodó, hogy, az állat, hogy egy piszok profi versenycsapat nagy nevekkel, nyilván a Mária Andretti nőttem föl, tehát a Forma 1-es és a 70-es években, a Mária Andretti volt az egyik világbajnok ugye 78-ban, és az egész Andretti família, meg az Andretti klán nyilván egy abszolút világszerte ismert márkanév, ilyen szempontból, és piszok jó versenycsapatuk van, de ők versenyeztetnek autókat, amik, amiket nem ők építenek, csak ők építenek össze, és ők tartanak karban, és ők állítanak be, és ők viszik ők a világ minden tájára, vagy leginkább Amerika minden tájára versenyezni őket, Igen. de ugye a is ott vannak. És ezzel együtt, ugye az, amit Dani mondott, hogy konstruktőré válni, és autót építeni a nulláról, az egy teljesen más feladat. Tehát ez semmi garancia nincs arra, hogy az Andretti kapásból versenyképes legyen, sőt, inkább arra van garancia, hogy kapásból nem lesz versenyképes. Igen, és itt nem arról beszélünk, hogy az lenne az elvárása bárkinek, hogy az Andretti egyből futamokat nyerjen, hanem az sem biztosított, hogy egy-két másodpercen belül tud lenni a De többi még, még vegyük úgy, hogy képest. tizediknek beállnak a sorba, és szép lassan elkezdenek két-három év alatt az így középmezőny valahogy odaérni. Ez nem ennek a kérdése volt elsősorban. Nyilván a FOM megpróbálta a saját elutasító levelében az összes indokot felsorolni, ami egyébként nem lett volna kérdés, hogyha Ma nem lenne ilyen magasan a Forma 1 és nem növekedett volna ennyit a csapatok értéke. Igen. Tehát ha 2019-et vagy 18 at írnák, az azért minden további nélkül beengedték Igen. volna a Forma mert akkor nem ártak ilyen jól a csapatok anyagilag, sőt, nagyon sokan a, a túlélés határán egyesúlyoztak, a bedőlés határán, és a Covid majdnem elsöpölt két-három-négy csapatot. Igen, itt én, szerintem ebben a képletben egyébként a, a Covid is elég nagy szerepet játszott, hogy a Covid-ban most éppen ö, most, most, kezdik rendezni a soraikat a csapatok, és most úgymond megtérül a befektetés, Igen. hogy kitartottak, ott maradtak, bemaradt, befektettek. Mondok egy, jó, mondok egy konkrét példát. A McLaren több mint egy milliárd dollárnyi hitelt kellett fölvenni, vagy csapatrészt, tulajdonrészt eladni, ahhoz, hogy túléljen. Tehát 2019 től 22-ig a McLaren több mint, azt hiszem, 1,2 milliárd dollárnyi pénzt vett föl, azért, hogy működőképesek maradjanak. Azért ezt érdemes azoknak is átgondolni, akik ki vannak azért, hogy mondjuk hány szponzor van a McLaren Olyan. autóján, tehát és vagy és vissza kell Innen termelni. nézzétek meg azt, és ez nem csak a McLarenre igaz, hogyha minusz 1,2 milliárd dollárról indul az elmúlt négy év során a McLaren, akkor mennyire szeretnék, hogy az Andretti megjön a Forma 1 és egy tizedét elvigye annak, tehát magyarul elkezdjék szétosztani több részre a pénzt, vagy ugyanannyi részre osszák, és a 11 ne kapjon semmit, mert ez is benne lehet a pakliban, hogy csak 10-nek adunk, de akkor 11 csapat lesz. Melyik bent lévő csapat akarná, hogy ő esetleg semmi pénzhez ne jusson, az abban a helyzetben, amikor eddig tolták a pénzt a csapatokban, nézd meg a Steak, -Kick, Zauber, akármi majdani Audit, a korábbi Alfa romeo és e, igazából Zaubert, akiket megvett egy, egy svájci-svéd e, befektetői csoport, és tolta bele a 100 millió dollárokat 2016-tól, hogy ne dőljön be az Uber, és tartotta életben a csapatot, és versenyeztette az autókat, azért nyilván befektetői csoport, hogy majd profittal eladja. Most már megérkezett a profit az Audi képében, és gyönyörűen ki lesznek kesselve, úgyis, hogy csak a csapat egy részét adják el, körülbelül a felét, de hogy miért akarná a, az, az Islero Investment azt, hogy a gyerekek, nem számít nekünk 150 millió, 200 millió bukta, jöjjön nyugodtan az Andretti, hát, hát miért és ne e és csak... annyi pénzt fektettek bele, hogy nekik előbb vissza kell venni az, amit, azt, ami belement, és ebbe a képbe, ebbe a helyzetbe érkezne meg az Andretti, úgy, hogy mindenből részesedne. Ez természetes, hogy senki nem akarja, és ezt... Ha innen nézzük, megértenétek. Tehát ha ti benne lennétek, a tíz csapat valamelyikkel lennétek, egész máshogy közelítenétek ezt a problémát meg. És innen nézve én biztos voltam benne, hogy Zandetti így nem fog megérkezni 25-re. Hát igen, és ez csak azért érme egyik oldala, a másik az, hogyha megérkezik egy csapat, akkor az egészből ugye elvesz valamit nem csak a pénzből, hanem a csillogásból, ragyogásból, esetleg a szponzorokból is. Tehát, hogy azért ilyen szempontból is kell vizsgálni a dolgot. Minden esetre én olyan szempontból, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon izgalmasabb lett volna-e a szezon, vagy egy verseny, hogyha érkezik az Andretti. Ez megint csak ugye attól függ, hogy mennyi lettek volna versenyképesek. Ha versenyképesek lettek volna, akkor tudtak volna hozzáadni a sportértékhez. Mit adnak a többi csapatnak ez a kérdés? Hát Mindenki a... ezt kérdezi. Tehát van a nagy asztal, leülünk tizen vacsorázni, mindegyikünk hoz valamit. Főzünk egy nagy vacsorát tizen az asztaltársaság. Mindenki belehozza a maga tized részét. Te főzöl? Ki főz, nem a Mitch főz. De hogy jó. közös ismerősünk, aki nagyon jól főz. És a lényeg az, hogy tizen összerakunk valamit, csinálunk egy nagy bulit, és bejelentkezik a szomszéd, hogy ő is szívesen jönne. Ugye nem nagyon so, sok dolgot tud mellé rak, talán egy kis sót át tud hozni, meg borsot, de hogy ő nagyon szereti ezt a kaját, nem ülhetne le az asztalhoz. Hát miért? De... Hogy, ha, ha, marad, akkor szívesen áthívjuk, de egyébként ezt 10 raktuk össze ezt a bulit, tizen hoztuk a hozzávalókat, mi főzzük meg, és tehát akkor a 11. mit keres az asztalnál? A 11. megérkezik egy speciális sztékkel, <laughs> amit más nem tud hozni, akkor már lehet, hogy, akkor lehet, hogy elgondolkozunk, hogy egy, na, egy jó drága széket hoz csak... Argentinából, és akkor, akkor de lehet... mi, na, mi, ez, ami, mi, ez, az Andretti szempontjából? Mert a kedilek ígérete nem az. az ami a kedilek, sose so épített, nincs, nem hogy nincs motorja, nincs semmilyen motorja, semmilyen tapasztalata. Mondjuk 28-ra összeraknak valamit. Megjönnek az Andrettivel. Az jó lesz bárkinek, hogy jön egy plusz motorgyártó, lesz az Andrettinek motorja, de bárki másnak miért lesz jó? Ha csak nem építenek egy tuti motor, de hát arra nagyon kevés na, az esély kevés először az, az, az jó legyen. Milyen szponzorok jöhetnének? Van három amerikai futam, van egy amerikai csapat. Bocsánat, itt közben kaptunk egy kommentet, hogy közben az megérkezik a ház egy teszkós gyrosszal, vagy nem tudom, mit. Meg, meg a Ferrari kantinból hozott val val valamilyen Mindegy, valamilyen előétele hoznak egy jó kis prósútot. Na A lényeg az, hogy nem látom azt a hozzáadott értéket, én sem az Andretti-ben. Sokan írtátok mindenféle példa nélkül, rengeteg weboldalon láttam, vagy a saját kommentjeim között is, hogy Hát de megjön az Andert, és mennyi amerikai szponzort hozna, és micsoda, micsoda pénzt hozna mindenkinek. Miért? Hát van három amerikai futam és egy ház. 2016 óta ott a ház. Mi lenne még Amerikában több azért, mert megjönne az Andretti? Tehát az amerikaiak az azért nem az eszik az a formája tovább Szerintem akkor több lenne, hogy ha az Andretti egy olyan autót tudna építeni, mondjuk négy-öt éven belül, amivel mondjuk kicsit nagyobb a potenciált a ház. Mert a háznál én most tök őszintén tök egy milyen csapatváltás van, vagy csapatvezetőváltás, vagy a versenyzőváltás. Én egyáltalán nem érzem abban a projektben, az esélyét annak, hogy egyszer csak, egyszer csak megérkezzenek. Lehet, hogy az új szabályrendszerbe beletalálnak, de még azt is kis esélye, hogyha ilyen nagy mértékben támaszkodnak a ferrari -ra. Nekem ez az érzésem, és mondjuk az Andretti saját motorgyártóval nem is az első évben, hanem mondjuk a harmadikban, negyedikben már lehet, hogy Az, az egy dolgot kéne bizonyítania, hogy ők több hozzáadott értéket tudnak generálni, mint bármelyik más újonnan érkező csapat, és ezt elhitetik a tíz csapattal, és ezzel együtt a Fon mal is, akkor tárt várják őket. Tehát, hogy azt be tudják bizonyítani egy üzleti modellel, hogy öt éven belül ennyivel és ennyivel több pénzetek lesz nektek is, ha mi jövünk, akkor nyert tudjuk van. Ezt nem tudták eddig azt megtenni. Tudták. A B-verzió, hogy annyira sok belépési pénzt fizetnek, ugye most már 500 millióról, meg már sok egyéb más is beszélnek, hogy minden csapat annyi pénzt kap, tehát mondjuk azt, hogy egy milliárdra növelnék a, 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 pénzt, amivel beléphetsz, amivel megválthatod a formányi szerepésed, és az, az Andretti mondjuk befizetné. Nincs rá semmi esély, de mondjuk legyen így. Akkor az mindenkinek 100 milliót jelentene. 100 millió dollárért beengedsz egy másik csapatot, tehát ugye ez már egy érdekesen számolható. Az Magyar egy tekst, üzleti képlet. Kapok 100 milliót, és lehet, hogyha bejön az Andretti, akkor veszítek ennyit, de hogy összességében mondjuk egy 10 éves távlatban, vagy egy 5 éves távlatban még mindig jobban jártam 30 <coughs> millióval, jöjjön be az Andretti. Hát csak ezt nem tudod kiszámolni, és mi van, hogyha az Andretti jól teljesít, igen. megelőz a konstruktúrát. Elviszi valóságba. a szponzorodat, elviszi a versenyt. Versenyződet, szere ez a szerelődet. A, a ezért ez, ez, olyan, ez egy nehéz kérdés, és valószínűleg a legrosszabbkor érkezett az Andretti, abból a szempontból, hogy a Forma 1, Ázsiai nagyon -nagyon magasan, egy Ázsia most nagyon-nagyon magasan, és egyre inkább emelkedett. Hát, hát, nem véletlenül nem jönnek most. most jönnek, mert hogy voltak, akik föltettek jogosan ezt a kérdést, hogy nem jöttetek 5 éve, vagy 6 éve, vagy 7 éve, amikor szabad volt a gazda, és bárki jöhetett volna, aki épkezdebb csapatot tudott volna grundolni, hát persze, akkor nem érte meg Forma csapatot csinálni. Most jó biznisz, most be akar szállni, kicsit, mint a tőzsde. most már magasan Igen, a részvényár. Itt már nem tudsz olcsón részvényekhez jutni, egyáltalán részvényhez se tudsz jutni, vagy hát nem tudsz indulási okhoz jutni. Én szeretném, hogy jöjjön az Andretti, de teljesen megértem a tíz csapat álláspontját. Igen. Nekem azt tetszik ebbe az egész történetbe, ezt most már így nagyjából lezárva, hogy azért ez sokkal több annál, mint hogy 22 versenyző és 22 nem tudom, box legyen elfoglalva ilyen szempontból a, a, rajtrácson, vagy grid spot, vagy nem tudom, rajt, rajt beálló, mert ennek van egy tök izgalmas üzleti, pszichológiai, marketing és egyéb lecsapódása, amit azért eléggé részletesen lehet beszélni, szerintem még egy órát lehetne ja. erről a témakörről uh, itt beszélni. És hát nem lenne jobb a forma egy izgalom szempontjából, hogyha 22 autó lenne 27. Számtalan olyan szezont láttam, ahol 22, 24, 26 vagy akár ennél több autó is volt, meg pre kvalifikáció. Engem Semmi mi nagyon... nem változik. Engem az nagyon izgatna, hogy jön egy új csapat a mostani modern érába, és végigkövetni, akár egy külön dok dokumentum sorozatot el tudnék mögé képzelni, végigkövetni azt, hogy most a nagy ágyúkhoz ebben a mai modern szabályrendszerben a form egy elég steril, eléggé szabályozott minden, cost cap van, minden szélcsatorna, minden meg van szabva, ebben hogyan tud integrálódni? Egy, egy, teljesen új csapat. Ez engem nagyon érdekelt volna, ettől nem lenne izgalmasabb egy verseny, lehet, hogy később igen, hogyha a labdával tudnak húzni, de ez, a történet engem érdekelt Még egy volna. egy fél mondat, és tényleg aztán hagyjuk ezt a témát, ugye volt, aki felvetett, hogy bezzeg az Audi-nak megengedték. Az Audi megvette az Aubert. ja, a csapatot be, lehet vásárolni. Be, megvette, bevásárolta magát. És egy ha a csapatot vásárolsz, akkor abszolút bent vagy a Forma 1 egy új jog létrehozásáról beszélünk, egy, egy, nem, eddig nem létező entitás létrehozásáról, és ezen megy a vita, mert egyébként, hogyha erről nem lenne e, szó, akkor az, hogy valakit felvásároljanak, csak itt ugye azt meg nem tudják megtenni, mert milliárd fölött vannak most már a csapatértékeket. Szerintem Gene Haas másfél milliárd dollár alatt lesz se ülne tárgyalni. A ennyi pénzt erre nem Igen. tud, meg nem is akar kirakni, ő saját maga akarja a projektet összerakni az is sok százmillióba fog kerülni. Ezért kell majd erre várnunk valószínűleg 2028-ig. Vagy hogyha hamarabb meg tudják őket győzni üzleti szempontokból, és jól alátámasztott üzleti érvekkel, akkor lehet, hogy hamarabb is rábólint mindenki. Ez csak a pénzen fog múlni, higgyétek el, de másról nem is szólhat, mert ez tisztán üzleti kérdés. Ha minden igaz, akkor 2028 lehet a következő ilyen dátum, ami hogyha úgy alakul az Andretti számára, akkor, akkor lehet esélye esetleg megérkezni a formájba. Addig valószínűleg nem lesz egyre bővülés. Viszont ami lesz ebben a műsorban, rengeteg izgalmas téma ugye itt van még. Már Dani, de... egy, kis, egy kis szolgálti közlemény. Adriának ki fog kapcsolni lassan a monitorit előttünk, mert rég nem nyújtunk hozzá. Mi látjuk ti nem, mert mi érünk vele szembe, és el fogunk tűnni. A kontrol, a saj... kontrol, kontrol a saját kontrollmonitorunk monitor. el fog tűnni. Na, Dani, akkor tiéd az, hogy mivel fogunk még foglalkozni. Ez azt is vezérli? Komolyan, már megnézzük. Ez egy, ez egy stream gyerekek, úgyhogy ez nem vezérli, úgyhogy ez nem ez nem segít. Na jó, Na. vissza a témakörökhöz, tehát van még itt elég sok különleges. Talán a leg, legtöbben azt írjátok, és nyilván ezek a legizgalmasabbak, hogy mi a helyzet Hornerrel. Erről is fogunk beszélni, túl sok <hül> újdonság ilyen téren nincs, de fogunk erről is beszélni valamint a Ferrari és Hamilton átigazolásáról is. Ugyan, hogyha kronológiailag haladunk, Gábor, akkor tulajdonképpen a Ferrari is hír lenne a következő. Az a Azt kérdés, azért Igen, szerintem, és nézzünk meg először egy, egy autót, melyiket válsz. Ugye van itt Alpine nálam, Hát ott uh, menjünk kronológiai sorrendbe. És akkor melyik volt? Williams? Williams. Williams? Williams. Williams. Olyan is van. Arról egy oldalsó fotón van itt. Gyorsan oda megyek. Én azzal kezdeném, még mielőtt itt a műszaki uh, rejtelmekbe belemennénk, hogy nekem minden idők egyik legjobb rekláma az, ami, ami, ami itt van. Tehát, hogy, és ez nem újdonság, de megmaradt a évből, Ez annyira jó. Hát az ez így, tényleg úgy néz, néz ki, mint amit reklámoz, és ez most itt nem a reklámhelye, úgyhogy nem akarok. Kétás ezt... vagy háromás? Ez <laughs> attól függ. Tavaly egyébként néha már komolyabb, komolyabb muníció volt, mert a Williamsnél. Ugye azért volt egy nagy előrelépés olyan szempontból. Igen, lenne bennük egy kis spiritus, aminek sem értelme nem lenne. Töltöttség? Igen, akkor az akkumulátort fölraknák oda. De <laughs> egy értelme nem lenne. Csak hogy a súlypont nem az, az, el, az el, 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 a De hogy azt szerintem, szerintem érdemes kiemelni a Williamsnél, hogy nyilván a pilóta dúról is lehet beszélni. Sargent a tavaly éve azért nem volt túlságosan rendben, reméljük, hogy idén jobban fog teljesíteni, mert a tehetség az úgy tűnik, hogy azért megvan, meg a sebesség, csak elég sok a hiba. De hogy az autó végre nem csak egy-két pályán, nem csak a gyors pályákon tudott labdába rugni, hanem voltak ö, olyan helyszínek, ahol nem vártuk volna, mégis, mégis jól mentek, álban sokszor tudott pontot sokszor szerezni. A q ban Hollandiában negyedik volt, tehát az, az, időmény, az időmény, Igen. És Sargent is benne volt a Q3-ban, csak ráment a vizes Rá. vonalra. De, de megúsz, végül is a karrierjét megmentette, nem azzal a manőverrel, de itt maradt 2024-re. A kérdés az, hogy tudnak-e az autón jobban faragni. Tavaly ugye a, a, gyors, a, nagy végsebesség, mert a gyors kanyarokban is egész jók voltak, Igen, a középgyors kanyarokban is, ahogy lassult a tempó, úgy veszítettek a tapadásból, és a, a mechanikus tapadás, az utcai pályák azért azok problémások voltak. De azért alapvetően, hogyha a tudják rázni, de hát hallottuk James wallace hogy meg már korábban is tudtuk, hogy milyen elmaradásban van a Williams egyébként infrastruktúra szempontjából, tehát itt nem fognak egy év alatt csodát csinálni, meg két év alatt sem, Igen. de hogyha ezt az autót picit jobban hatékonyabbá tudják tenni alacsony tempójú középgyors és lassú kanyarokban is, akkor nyilván nem mondom, hogy léphet előre, harcban lehet azért a hetedik helyre, amit nagy szerencsével tavaly meg egy-két nagyon jó hétvégével megszereztek végül is. Ezt a hetediket nagyon nehéz ezt megtartani, azért körülöttük Igen. mindenki biztos, hogy erősebb lesz, és előrelépni biztos, hogy nem fognak tudni abban azon meglepődni. Én azt gondolom, hogy a Williams-től, hogyha valami hasonlót tudnának hozni, mint a tavalyi év, a számukra az simán vállalható lenne, hogy egy-egy kiemelkedő hétvége, egy-egy komolyabb pontszerzés a nekik fekvő pályákon, úgy nagy általánosságban itt pedig a ház szponzoráció. A Komatsu ugye korábban szponzoruk volt a 90-es években, egy ikonikus Williams szponzort ér vissza, nincs közel a Komatsuhoz, csak névrokon, de hogy ugye ezen viccelődtünk itt Danival, és egyébként a tavalyi autót látjátok, az idei fényezéssel, sem, nem mutatta be a Williams még az autóját, azt sem tudjuk, hogy a futomű megoldások olyanok lesznek, amilyenek tulajdonképpen itt pusztán csak tényleg egy festés prezentáció volt. Viszont a festésről egy pár szót, hogyha megengedtek nekünk. Nekem kifejezetten tetszik ez a kis, ez a kis piros ilyen, ilyen konturcsik. ami az, egészen az orra, most frontképem nincsen, de hogy egészen az orról megy hátra fel. Nekem ez, 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 ez eléggé bejön. Ez apróság, de sok kis apróság, az kiadhat egy elég jó dizájnt valamint a hátsó szárnyon is itt egy elég nagy kék szín megjelent. Nekem ezek tetszenek, illetve érdekes kérdés, hogy vajon mennyire fogják lecsupaszítani ezt az autót, mert ugye óriási divat, hogy a karbon látszik ki, hogy minél könnyebb legyen az autó. És itt szinte... oldalt azért van sok fekete, ha megnézed az orkup, monokok végét, orkú. Hát itt, itt van, de sorészt. mondjuk itt, itt hátrébb ezek most jelen pillanatban itt ilyen, ilyen színét menetes van matricák. a Menet letépi. Véletlenül. Úgyhogy meglátjuk. Nyilván itt azért a fényezés szempontjából, ugye teljesen fekete autó nem lesz a mezőny, mert tehát valamennyi festék kerül rá, vagy fólia, ugye a kérdés az, hogy egy teljes autófényezés, az valahol 5-6 kg körül van kompletten, azt mondják. Most, hogyha megnézitek az arányokat, akkor itt azért egy 3 kg-ot spórolhatnak körülbelül a Williams, nem ezen múlik megint csak a versenyképességük, csak hogy a Formel 1-es mérnökök is milyenek, ha már egyszer valamibe belekezdenek, és az jobb, mint a korábbi verzió, akkor már nem szeretnek visszatérni az előzőhöz, mert nyilván emiatt a Ferrari autója nem lesz tök fekete, hogy a Red Bull is valószínűleg full kéket fog előhozni, mert nekik inkább fontosabb a saját jó önmarketing, és az, hogy a, a saját imidzsük megmaradjon, és olyan képben jelenjenek meg, de ilyen szempontból a középmezőnyben tulajdonképpen tényleg minden gramnak, nem, hogy néhány kilónak nagy jelentősége van, és ugye csomóan kérdeztétek tőlem is, hogyha Miért kell egyébként lecsupaszítani a kaszint, ha amúgy le tudnak menni a minimum súlyhatára, amúgy 798 kg-os autót tudnak építeni, akkor most minek kapargatják még a festéket? Ez pusztán balaszt kérdés, ami nem mindegy. Mert ha van egy 798 kg-os autód, ami úgy, ahogy van kompletten 798 kg és egy deka balasztal se tudsz játszani, akkor annak olyan a súlyelosztása, ami erre megépítette. De ha van egy 794 kilós autód, ami mondjuk 4 kg-val könnyebb a súlyhatárnál, akkor azt a 4 kg-ot nem festékbe akarod majd rárakni, hanem fekete lesz az autó nagyobb része, és utána fogod szépen, és addig játszol az a 4 kg balasztal bizonyos pályákon, amíg a legjobb súlyelosztás jön ki, amit még a szabályok megengednek, mert ugye korlátoza van. Ugye a, a súlypont magassága is és ugye így egy a másik, ami... fontosság, tehát a balasztot le tudod rakni a pilóta hát, le van az autó végén, a pilóta fenekénél, a váltón, bárhol, ehhez képest ugye a festék meg megy mindenhova, tehát a Igen. súlypontot is növeled vele. Úgyhogy, mert hogy fizikailag is szépen fogalmazok, de hát mindannyian értjük, hogy miről beszéltünk. Tehát alapvetően, ha már egyszerbe belenyúltak, és itt ezred másodpercnyi, vagy néhány század másodpercnyi időnyereségről beszéltünk adott esetben, de már se engedik el, hát, tudjuk formát, de minden nem lehet Meg, Meg, hogyha egy versenyeként, ez mindig érdekes kérdés, egy 70 körös versenyen, körönként, nem tudom, 500-ad. Ha A végén ki, mert... egy orhossz, orhosszal, akkor Igen. a végén a, fe, a Nyilván ez nehéz így. Való... különbség is számítani. Nehéz így a realitás talaján ezt, ezt, kiszámolni, meg, meg realizálni, de ezek, ezek mind számítanak, Igen. és nem csak az idővére, hanem a futamon is. Érkezett egyébként egy reális kérdés Higgs-től, és folyamatosan próbál itt monitorozni a kérdéseiteket, hogy a hosszabbítások terén hogy állunk. Ugye Ábonnak bejelentették, hogy egy évet hosszabbítanak a szerződésén. Hát de szerintem semmi nem jelent abból a szempontból, hogy ha Ábon... ötre elméletileg Albon, akkor Williams versenyző lesz. Hát, de ezt már egyébként James Wallace ez maga ezzel, is ez elmondta. Mi, ez mi, lesz? Erről korábban is nyilatkozott, hogy nem áll az útjába Alexander Ábon. Nyilván most próbálja kötni az ebet a karol, szerintem már csak azért, hogy a saját tárgyalási pozícióját kicsit persze, jobban jöjjünk ki a sztoriból. Jó, akarjátok vinni álbont? Hát ez drága lesz. Körülbelül ennek szólt ez a 25, -ig 25 végig meghosszabbított szerződés. Ez, rögtön kb. másnap vagy két napon belül bejelentették, miután Hamilton átment. Nem fognak az útjába állni szerintem, egyszerűen csak jó pénzt akarnak belőle csinálni, ha már elengedik, ez nem is kérdés. De nem tudjuk, erről is majd beszélni fogunk. A Mercedesnek rengeteg ideje van kitalálni, hogy kit akarnak Russell mellé, helyére majd végbeszéljük a neveket, szerintem Igen, szerintem, szerintem, ez lesz az a témakör, amit így rácsatolunk majd a ferrari is Hamiltonos váltásra. Azzal kapcsolatban bennem is rengeteg sok minden van, és folyamatosan látom itt Facebookon, Youtube-on is, hogy bennetek is, úgyhogy akár már előre gondoljátok ki a kérdéseiteket, amiket ehhez hozzátennétek. Ugye Alexander Álban mellett Sargent jövője is kérdéses, sőt az még kérdésesebb, mert én azt is el tudom képzelni, hogyha mondjuk Álban nem megy jól az idei szezonban, és az első három-négy versenyén nagyon gyengén teljesít, akkor lehet, hogy szezon közben vált a Williams. Tehát tudod ezt képzelni, vagy nem igazán? Hát én azt hiszem, hogy Sargent, tehát ők nem szeretnek azért ennyire kapkodni. A Sargentnek az egy olyan szezon kéne, mint a tavalyi, vagy De még nem rosszabb. Nem négy futam után, meg 10 futam után. Ahhoz szerintem úgy kéne teljesíteni, hogy legalább megint 3 négy nagyobb autótörés, alig pontszerzés, vagy nem pontszerzés, és érezhetően semmilyen közeledés álbonhoz teljesítményben. Abba benne lehet. De ahogy egy kicsit úgy kezdeni az évet Sargent, hogy számok tükrében mondjuk megfelezi a lemaradását, amikor lehetőség van rá, akkor esetleg szerez pontot, és nem töri az autót, akkor nem tudom elképzelni, hogy ki kerüljön a csapatból. Tehát akkor Ábon ezek alapján marad? A uh, Sargent. mondtam. Sargent akartam. Tudom, Sargent akartam. Pontál, én tettem, hogy Sargentre gondoltam. Meglepődtem, hogy mi, hogy kerülünk vissza Álmon. Az Álmon biztos marad, illetve hát egyébként Álmon nagyobb kérdés, hogy ában 25-re maradna -e a Williams-nél, hogyha lehetne uh, lehetősége, vagy lenne lehetőség a Mercedes-nél versenyezni, de ezt majd ott kivesézzük, amikor ez lesz a téma. Jöjjön egy uh... Újabb autó, hogyha... Nagyon meg vagyunk. Egyébként Egy 19 óra 15 perc környékén érkezik majd a Ketchup. A ketchup. Az Alpha Tauri új autója, amit Kesap, Bizal, Kesap. Cash, up, visa, cash up, visa, ketchup, RB Racing. Team, Racing vagyunk. Teamnek hívnak róluk majd akkor beszélünk, csak hogy ezt így ne felejtsétek el is. Ezekre élőben fogunk egyébként reagálni, nem fogjuk megmutatni az egész autó mutatod, de egyből hozzuk a képeket, és Gábor már bekészítette a tavalyi autót, úgyhogy ha látunk valamit az idei autóban, valami valós változtatást, akkor azt itt élőben gyorsan gorcsi alá veszük én annyira interaktív ez a műsor, hogy tök sok kommentet láttam, meglepődtem, de nagyon örülök neki, hogy az F2-es autók után érdeklődtök, és Gábor felhívta a figyelmet hétközben, hogy van egy szabályváltozás is F2 fronton, úgyhogy megmutatnám nektek az új autót, csak egy tényleg egy pár szó erejéig, hogy hogy néz ki, ezek az autók egyébként már pályára gurultak, teljesen új kaszni van, és hogyha... Én nézem, ott nem forgok oh, de, oh, de jó, nagy, ég. jó ég. nagy lett a nagy Hú. <laughs> de ezt, ezt most töltettem le, mentségem, mert olyan teljesen új külsőt kapott az autó, amit most nem láttak, mert egyébként elég pixeles képet sikerült letölteni, de mindjárt... Hát elég extrém a hátsó szárny az innen is, látszik, de hát ezt már tavaly láttuk, amikor bemutatták. Az első szán is erősen a formányos megoldásra hajaz. Addig kösz, Gábor, Végét. hogy átveszed a szót, mert én próbálok. Keresgél nyugodtan. Technikailag Ugye itt. Ez a, ez a megfordítottnak tűnő átsó itt a DRS hatékonyságot hivatott javítani erősen. Gyakorlatilag, mint egy hatalmas, nagy fékező ernyő az autó hátulján. Egyre nagyobb képeket találsz, Dani? Hát <laughs> igen, nem. Abszolút. Abszolút, abszolút. Egyébként ami fontos az F2-es autókkal kapcsolatban, hogy maradnak a motorok. Tehát a, a 3,4 literes turbófeltöltős motorja az marad, és az egy eléggé gyenge konstrukció volt megbízhatóság szempontból az elmúlt években. Javítottak valamit rajta. A lehet, is hogy... rengeteg gond volt Hú, Nagyon, nagyon sok probléma volt. Én meg lehet, hogy találtam még egy normális képet. Jó, na, lehet, hogy megérkezünk így a 21. században nagy nehezen. Olé. Na, így néz ki ez a barcelonai tesztről. Egyébként egy kép, és amit Gábor már kiemelt, megpróbálok itt a hátsó traktusra nagyítani. Ez egy ilyen nagyon magasra húzott, hatalmas hátsó felső lap. Ez azért ilyen marha nagy, mert ezzel próbálják, na itt közben megmozgattam a kábelt, ezzel próbálják a DRS hatékonyságát növelni. Tehát, amellett, hogy nyilván itt is a a levegőt, a turbulens levegőt próbálják felfelé húzni, hogy a jövő az minél kevésbé kerüljen turbulens levegőbe, amellett a DRS hatékonysága is megnő. A versenyzők egyelőre pozitívan nyilatkoztak az autókat, illetően én nagyon kíváncsi vagyok, ha csak egy kicsit javít egyébként az F2-versenyeken, es versenyeken, a követhetőségen ez a megoldás szerintem egyébként drasztikusan fog akkor, akkor annak már mindenképpen örülhetünk. Úgyhogy figyeljétek, az ennél sporton élőben közvetítünk mindent. Vannak izgalmas nevek, például Kimi Antonelli, aki érdekes figura lehet, kulcsfigura akár a Mercedes jövőjét illető erő. most a legizgalmasabb fiatal a piacon, aki kihagyja az F3-at, és 17 évesen rögtön az F2-ben debütál, ezeket az autókat fogja hajtani, és hogyha nagyon jól csinálja a dolgát, tehát egy-két éven belül, ha nem is a mercedes Nekem. É, ú, igen, nem csak a F3-as is volt egyébként, F3-as autót is tesztelt, és volt egy session, amit ilyen irreális, majdnem egy másodperces előnyel nyert meg a többiek előtt. Tehát, hogy tényleg tehetségesnek tűnik. Mondjuk még íz lenne, de azt megint megbeszéljük a mercedes témánál, hogyha 25-re már a Mercedesnél vezethetne, úgyhogy még a első Forma 2-es méterét sem tette meg hivatalos verseny hétvégén. Úgyhogy ez, ez az F2, van egy érdekes szabályváltozás így végezetül, hogy idéntől, hogyha valaki piros okoz edzés közben, időmérő edzés közben, akkor elvehetik tőle utólag a köridejét. Ez a VTCC-ben több bajnokságban is bevett szokás. Szerintem egyébként egy jó dolog. Nem kell, hogy automatikusan elvegyék, az szerintem fontos. Mérlegelhetik a... Mérlegelhetik. Igen, sportfelügyelő. Tehát, hogyha vezeted az időmérő edzést, elrontod, bevered a sóderájba, és emiatt senki nem tud újabb kört futni, te meg ezzel megnyered, azt lehet, hogy... Ugye akkor nem vehetsz részt a további részben az időmérőnek, illetve elveszik az addig ne, leggyorsabb így körödet. Így van. Mondjuk az autókat nem lehet, nincs önindító benne, nem lehet újraindítani őket. Ez mondjuk egy érdekes kérdés, hogy majd esetleg az engine update, ami majd egyszer jön, azt lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. A Formel 1 autókat be lehet indítani, sem az f 3 as sem az F2-es autót nem lehet. De a Formel 1-nek az akkumulátorára egyszerű, ugye a hatalmas akkumulátorra berőfenteni. Igen. Igen. ott van honnan. Alpinozzunk? Alpinozzunk. Jó. nem, stékezzünk. Stékezzünk? Persze az volt előbb. Menjünk időrendi sorrendben. Jó. Stékezzünk, ami már kik. De mondjuk hívjuk Zaubernek, az, az a legegyszerűbb. Jó, ezek most uh, ilyen Streamből kimentett képek lesznek egyelőre. És hát ugye itt van egy nagyon extrém festés, ami, ami, ami picit nekem bazári egyébként. Tök hát jó, őszintén. de hát ezek a kíkes, tékes színek, tehát hogy amit hoztak, az, az, az a, szponzor, a főszponzorok színvilága nem a semmiből jött gyakorlatilag. A bazárival egyetértek, hogy nagyon ilyen. Pimp My Ride megoldás. Egyébként jól néz ki, nem ezen a képen, ami tényleg itt a streamről lett kifotózva, de egyébként jól néz ki a renderképeken, jól néz ki az interneten. Nekem az a problémám, hogy amikor ez kimegy a napfénybe, akkor ez a kontraszt egy kicsit már így megváltozik, és szerintem nem fog jól kinézni, mint a képeken. Meglátjuk. Meglátjuk. minden esetre. Az autón vannak változtatások, amikről érdemes beszélni. Ugye, amit hoztam, az, ugye ez a kép, ezt azért rajzoltam meg, mert, és azért jött a streamből, mert ugye egy fizikai a valójában, maga valójában ott levő autó prezentált Londonban ugye az egykori Zauber, ami egyébként az Zauber felett azért ott van még az orkupon, meg a Igen, a, is. a sték már nincsen, csak ezen a képen. De hogy amiért ezt meg akartam mutatni, az az, hogy egyébként megint csúnyán át lehet, nem lettünk átfelelően, mert ez egyértelmű volt, de ez egy maket. Tehát ez, ennek ugye úgy mutatták meg, mint az idei autó, de ennek köze nincs az idei autóhoz, ennek sokkal több köze van a 2021-ben a Formegyet, a legyártott néhány bemutató bemutatóautóhoz, amit a csapatok megkaptak. Mit mi is bekajáltunk, És amit még a legelején átépítettek. Az Auberly leginkább már tavaly is hozzányúlt, amikor ugye volt az a. Emlékszel arra a lóherés festésre, amikor egy svájci művész elkezdett ráfesteni? Igen, Na, az is Igen. már a makett volt, átépítve. Igen. Na most itt még jobban átépítették a makettet, de hogy mik az árukodó jelek, azért akartam megmutatni, és majd megmutatom utána a renderelt képek alapján. Ugye, amit érdemes megnézni, az, hogy milyen alakja van a légbeömlőnek. Ez egy ilyen nagyon óválósított, kerekített szélű légbeömlő, ha megnézitek, ugye az A bukok kerettel. És ami nagyon érdekes az, hogy hát ez úgy tűnik, mintha egyébként le lenne zárva. Tehát, hogy nem nyitott légbeömlőről beszélünk, hanem mögötte, mintha teljesen lezárná egy elem, ami már önmagában érdekes. De ha megnézitek a futóművet, de hogyha ki jössz a futóműre, és utána majd váltsunk is képet, Semmi más nem kell néznetek, csak az, hogy gyakorlatilag párhuzamos lengőkarszögek, vagy az alsó és a felső lengőkörök gyönyörűen, szinte teljesen viszintesen állva, egymással párhuzamosan, nagyjából ugyanabban a szögben ugyanolyan viszintesen álló hátsó lengőkar részek, tehát gyönyörű a háromszög lengőkarok szépen egységben, egymással viszintesen és egymás mögött is síkba zárva érkeznek. Itt van külön egy kormányösszekötő, teljesen különálló kormányösszekötő, és egy berakott púrad egy vonorúd, ami ugye a változtatás idén a sztéknél, amiről egy csomót beszélt egy -e James Key fönt a színpadon, hogy ez mekkora meló volt ennek az átépítése. Ez egy medium rare steak. Ez egy medium rare Tehát ez szépen megvan a vonó, ugye a tavalyi és első felfüggesztős átmentek egy vonorúdasba, amit a Red Bull is, meg sokan mások csinálnak előre, jól elmondta az előnyeit. Na és akkor most, most, em, most véssétek az agyatokba, mint amikor egy játék van, hogy keresd a különbséget. Most már a másik képre, Dan és akkor megmutatom nagyon gyorsan hogy micsoda eltérés van. Nézzétek meg a renderelt képet! Légbeömlő. Messze nem olyan ovális, sokkal szögletesebb a légbeömlőnek. És Váltat szélesebb, oda-vissza. Sokkal szélesebb egyébként a bukókeretnek az A támasztása is, de hogy ez, hogy ez egy széles, egyébként mélyebbre lejön, tehát gyakorlatilag egy kockát, kocka alakot formáz, mint az előbb, mint egy ilyen ovális légbeömlőt láthattok. De ami sokkal durvább, hogy a renderelt ábrán, csak a futóművet nézzétek az előzőhöz képest, Fölfele álló lengőkarszögek, sokkal, mindig a pirosak az előső rengőkarok, és a sárgák a hátsó lengőkarok. Ha az alsót nézitek, ugye eleve ugye szögben párhuzamosak, de fölfele állnak, ugye befele mennek, a karosszéria felé nőnek a felső, az elsőnek a felső belső bekötési pontja teljesen rajta van az orkúpon, szinte már az orkú felső részére csatlakozik, és ehhez képest ugye a hátsó lengőkar teljesen lefele ível, tehát az a szög, amit a Red Bull és sokan mások is használnak most már idén, a Red Bull már évek óta, 22 óta ezt az nagyon extrém lefele ívelő lengőkar szöget használja, míg a hátsó lengőkar az alsó résznél meg följebb került, ott meg fölfele ível, ugyanúgy itt van a, a vonórúd, de teljesen más szögbe, alacsonyabbról indulva, alacsonyabbra érkezve teljesen más pozícióban, mint az előzőképpen, ami a színpadon álló autó volt. És ami nagyon érdekes, itt integrálták a kormány összekötőt az alsó lengőkarba, nincs ott külön, míg a színpadon álló autónál ott volt a kormány összekötő. Mi, mi, mit, olvasol ebből, Gábor, hogy szerinted melyik, melyik, lehet közelebb a valósághoz? Én nálam ez az autó közelebb lesz a valósághoz, mert ez egy renderelt ábra. Nyilván nem akartak mindent megmutatni, de amit látunk, és amilyen futómű megoldásokról, amilyen mélységű. A realitáshoz ez közelebb. Van. A James Key beszélt, az ezen ez a pedig. képen látszik Metcsel. jobban. és akkor még válts vissza az előzőre, hogy mekkora a különbség. Csak hogy tényleg aki vizuális alkat, hogy nézzétek meg itt, hogy állnak... Ez csumpi, vagy nem tudom, ilyen Ez, ilyen ez, gagyi, egy, ez, ez egy, egy teljesen ilyen egyszerű, ez egy vises, korábbi... Vises, vises <laughs> Ez egy elég korábbi, ez, ez egy jóval bonyolultabb, egy nagyon, jóval nagy, Jött egy nagyon jó komment uh, Hegedűs Bencétől, hogyha jól látom, vagy hogy fog látszódni az aero festék ezen az autón, hogy lehet, az, annak nem csak egyfajta az Hát van, az az van sárgába, lilába, hát, kékbe, amiben akarod, abban ráüntik. Megoldják. Zöldet nem fognak használni. Igen. Itt, itt, van még egy érdekesség, ez nekem a kedvencem, ezt Gábor megint kiszúrta, hogy ez itt, gyerekek, Tökre nem úgy néz ki, mint a, a való élet, de a fejem az kilóg a képben, mert magas vagyok, úgyhogy legugolok. Le le <laughs> ez egy kamu kis részlet, ez szeretik. Egy full, full, full kamu, tehát hogyha valakit azon izgulom, hogy az autó pont így néznek ki, bár ezek után szerintem nincs ilyen. De viszont van azért egy-két változás, ami azért valamire Igen, itt rámutat. Csak azt akartam megmutatni, hogy alapvetően egyébként ez ez valószínűleg ugyanígy fog kinézni az autón, a valós autón is, mert amit láttak, ugye nagy alávágás, rettentően alávágtak. James Key amúgy is szereti ezeket az elképesztő módon szinte kiemelt oldalszekrényeket, nagyon sok régebbi dizájnjánál is torrósztaná, főleg használta ezt a gyakorlatilag a kettős padlólemez vagy dupla fenekű padlólemez megoldást, nem mindig vált be, vagy nem mindig működik jól, de itt rengeteg levegő áramlik el alul. És amiatt, hogy egyébként az első kerekek körül jövő turbulenciát valahogy tudják kezelni, ugye bárcsbordok már nincsenek, és ezek az elemek, amik itt elő vannak, és szerűen vannak megformázva azért, azok inkább a padlólemez alá terelik a levegőt, és valamennyit segítenek az áramlásokból, de a főső, régiből áramló, áramló turbulens levegőt, azt inkább az oldalszekrény tolja el kívülre, és ez a nagy kitüremkedés, amit ilyen hát pelikán, tokának, vagy nem tudom, minek ez, kezdett elnevezni ez, 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 nekem az 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 azért tetszik, mert hogy, ezzel a kiteszem a könyököm, az jobban Igen, megvalósul. Ki mert hogy ez kifele, tehát ez szögben kifele is áll, nem csak lefele kitüremkedik, hanem oldalra is kiáll, és tulajdonképpen ez valóban azt a célt szolgálja, hogy kifele tolják el azt a turbulens áramlást, ami nagyon megzavárna itt a tiszta áramlásokat a hátsó régi fele az autónak, azért is nyilaztam rá, mert ugye látszik az is, hogy egyébként, hogy itt a fehér nyilazást, vagy a fehér vonalat nézitek, alap esetben megcsinálhatták volna, hogy ezt az egész részt elhagyják, és simán csak alávágnak egy ekkorát, de akkor ezt a szerepet nem tudná betölteni a kaszni. Tehát alapvetően nincs feltétlen szükség egy ekkora kitüremkedő elemre, majd szép lesz megnézni azt, hogyha először leveszik ezt az oldaborítást a auberről, vagy a Stékről, vagy a Kikről hívjuk bárminek, akkor valóban a valóságban a oldalszekrényekben elhelyezett hűtőelemek, hűtő szekrények, azok mennyire, na hűtőszekrények, hűtő, elemek, hűtők. A sték miatt jutnak a ezek A hűtők mennyi helyet foglalnak el a valóságban egyébként az oldalszekrényben, és mennyi az, ami már pusztán csak a redditi egy célt szolgál. Meglátjuk. Nyilván a Saubernek egy érdekes, rövid tevú jövőképe van, ugye az Audi az hamarosan megérkezik, a pilóta páros is kérdéses, nálam az is kérdés, hogy Bottas meddig maradhat, nem ment rosszul egyébként Bottas, de hogy, de hogy, de hogy egy kicsit, kicsit nekem így, be Nem volt olyan meggyőző joe meg, és ez a jó kérdés nekem, hogy, vagy joe, 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 mente olyan, jól, hogy Bottas szintje ez felnőtt, vagy bottasz ment rosszabbul, úgyhogy beszürkült Joe mellé. Ezt nem tudjuk megmondani, de ezt majd az idő eldönti, vagy ha majd lesz változás csapaton belül. Egy dolgot gyorsan hozzátennék. Ezen a bemutatón próbáltak nagyon szemfényvesztők lenni, tényleg mindent elkövettek, a színpadra berakott kamuautó, meg amit akarsz, tényleg a szöveget nem tudom mennyire figyelted, tehát olyan szintű búsít ez most itt belefér, mert ez nem televíziós adás, tehát az a szintű félrebeszélés, meg a, a semminek a felfújásait, hogy a, az új korszak jön, és, és minden, minden, mindent megváltoztatunk, és szabadjára engedjük, a, 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 teljesen állat lesz a csapat, és majd most már győzni akarunk. Unleash the Igen, és győzni fogunk meg. Ez, ez, azért poén az egész, mert ahogy Dani mondja, ez a, ez az a csapat, ez két év Audi lesz. És most van két év ilyen, Garazdák adjatok szabadon, gyerekek, most mindegy, mit csináltok, Kicsit azt érzem, hogy ereszd el a hajam, ugye? Menjünk, bulizunk, csináljuk. De, itt a Red Bull megjött 2005-ben. Értem, itt így, így ülnek, ülnek így a board meetingen, és akkor így vakarják a tulajdonosok a fejüket, hogy most, most mi mit csináljunk ezzel az időben Tudjátok, mit? Itt ez, a, itt ez a marketing csapat, ők mondják meg, hogy mi legyen. Tehát, hogy, tehát, hogy, és egyébként nekem ez tetszik. Tehát, hogy nyilván szakmailag szemfényvesztés, de egyébként meg izgalmas, izgalmas a festés, sokat beszélünk róla, a hát felállás is érdekes, és ennyi, de hogy legalább ez egyébként valami. Tehát... Egy dolgot hozzátennék. azért a... Itt a soksz... Meg pénzt keresnek. A pénzt, hát rengeteg pénzt keresnek, Azt itt a sok-sok nagy mellébeszélés, meg hatalmas körítés mellett azért egy dolgot vegyünk figyelembe, ez tényleg egy csapat, ami saját maga tervez és épít autókat. Itt teljesen felrejtően veszik Igen. a motort, de a váltót maguk építik, a teljes, komplet első hátsó futómet maguk építik, a teljes aerodinamikát maguk építik, a vázat, minden egyes karbonelemet maguk csinálnak, saját szélcsatornáik van. Tehát ez egy frankó csapat, még akkor is, ha most kicsit hülyét csinálnak magukból a nagy szponzor miatt, de hogy azért minden egyes dolog, amit ebben belepakoltak, a James Key érkezésével együtt, és mindenen együtt, az audi váltás előtt sem lesz komolytalan a történet. Nem, hogy nem, mennyire nem. lesz egyébként versenyképes, ezt ebben nagyon nehéz megmondani, de nem csak bohóckodni jönnek, az biztos. Aztán, hogy most mennyire lesznek erősek, ezt nagyon nehéz ebből megmondani. A következő autó előtt még uh, ismertetném veletek, hogy nagyjából egy a negyed óra, 17 perc múlva egészen pontosan elméletileg megérkeznek az első képek, felvételek a Cash App, azaz az Alfa Tauri autójáról. Ezeket élőben fogjuk nektek, mi is most fogjuk először látni, veletek együtt is élőben fogunk erre reagálni. Ez mindenképpen izgalmas lesz, és most már nagyon közeledünk a két hot topichoz. Az egyik nyilván pár ott nyilván kevés-kevés a kapaszkodó, a Horner ügy, de azt is érdemes megbeszélni, valamint a Hamilton Ferrari átigazolás az, ami egy, egy nagyon komoly témakör a mai műsornak, ebbe hamarosan belekezdünk, de előtte még egy másik olyan csapat érkezik, akik saját maguk építenek autót, de ők motort is, ez az Alpin, és hát az elmúlt években kevés pozitívumot tudtunk róluk elmondani, óriási volt a, a nem is tudom, a mozgás, a, a vezetés, a, a technikai titulusok, a csapatvezetés és minden fronton. Talán egyébként a legstabilabb az Alpinál a versenyzők, aki olyan szempontból, hogy ők stabilan hozzák a jó teljesítményeket, nem igazán Én lehet rá, Tehát Okon és Gasly egyébként szenzációsan teljesítenek. Ahhoz képest, hogy milyen az autó? Igen, és hogy milyen az autó, hogy milyen lesz az autó, az is egy nagy kérdés. Az biztos, hogy egy nagy piros pont a, a bemutatóért a csapatnak, ugyanis végre nem egy nyakatekert render, egy nem tudom micsoda, hanem egy, egy, nagyon vagány bemutató volt, ahol, ahol odaállt a, a, technikai vezető, és elmondta, hogy egyébként mit változtattak az autót. Persze nem ment túlságosan mélyre. Nem, de Met is volt. Igen, de Met is egyébként belerakott egy csomó olyan. Uh stílusjegyet, meg egy csomó olyan túlzást, amit már, már már, úgy éreztem, mint hogy a steak bemutató, mint a steak lennék, és a marketinges küldték volna ki a színpadra, mert minden extrém volt, minden hatalmas átépítés volt, és igazából ha ránéztek az autóra, hogy a hatalmas átépítés nem látszik, de erről mindjárt beszélünk, hogy egyébként inkább a gúnya alatt változott sokat ez az autó, és igaz lehet, amit Matt Harman mond, de ez nem a külsőt illeti elsősorban. Ugye itt oldalsó összehasonlító kép, aki velem van a végén motorsporton, ami egyébként tegnap volt egyébként, hogy is, úgyhogy Isten mindenkit, aki ott van velem. Vagyunk egyébként. Gratulálunk egyébként, ez egy nagy mérföldkő. Tavaly itt jelentettük be, ha jól itt emlékszem. egyébként, ugyanígy tavaly itt jelentettük be. És, egyébként Kezdést. Tavaly, és tegnap úgy hívták rá föl a figyelmem a, a fiúk bent a Discord szobában. Egyébként ma vagyunk egy évesek, feltűnt fogalmam, nem volt róla. Na, tudom, gratulálok vagyunk, meg mindenkinek, egyéb. aki itt van velünk a végén. Amiért én igazán szeretem, és csapatából. nem fog senkit kiemelni név szerint sokan írták ma poénból, hogy mondjam, hogy üdvözlöm őket mert gyakorlatilag napi szintű kapcsolatban vagyunk egymással, csomó mindent megbeszélünk, egy tök jó közösség jött össze mindenféle anyázás és ilyen szurkolói egyéb tendencia nélkül, ami nagyon elharapozott más nagyon sok felületen, úgyhogy ezért imádom. Folytatjuk, csináljuk tovább, indul a második év, vagy már bele is kezdtünk, majd tortát küldök mindenkinek, hogy csináljunk egy nagy bulit. Dani már megérte, hogy összerak valami nagy szünetű bulit. Hát, ha kapok a tortából. Jó van. Na, visszatérve az Alpina, ők már látták ezt a képet, meg hasonlóakat, meg sok más egyebet, de hogy amit ki akartam ebből hozni, hogy igazából az arányokat érdemes megnézni, hogy mi változott. Fölül a tavalyi autó, alul az idei autó, nagyon fontos. Fölül a tavalyi autó, amit a bemutató mutattak be, tehát a tavalyi prezentációkor ugyanígy februárban, amikor megmutatták a nagy nyilvánosságnak, ez az autó aztán évvégére sokat változott, mindjárt azt is megmutatom, hogy mit. De amit alapjában érdemes megnézni, hogy az arányok nem igazán változtak. Nagyon csalók a képek látszottak erről az összehasonlításban, amikor egymás mellé laktak a tavalyi meg az ideje autót, és tulajdonképpen azért csináltam meg ezt az oldalsó képet, ez sem teljesen egyformán, de ez áll legközelebb egyformasságában, fénykép szögében a két képet összehasonlítva. Egy pici torzítás van, ha az alsót megnézitek, egy picit inkább halszám optikásabb az a kép, de tulajdonképpen Jó. ezen lehetett a legjobban összehasonlítani. És ebből az látszik, hogyha ugye látjátok a hátsó tengelyvonalat, egy az egyben, itt ezt a vonalat, ahol ugye a légbelmű van, szinte egy az egyben stimmel, ahol a glória kezdődik, és a versenyző feje elhelyezkedik szinte egy az egyben rajta, de tökéletes, ezek az arányok ugyanazok maradtak. Ami megváltozott, legalábbis ez alapján, a kép alapján, az az autó tengelytávja, és tulajdonképpen az orkúp nyúlt meg egy kicsit, és egy picit nőtt az Alpin tengelytávja. Hogyha ez igaz, az azt jelenti, hogy az Alpin tavaly nem használta ki a szabályokban megengedett 360 centis maximális tengelytávot, annál valószínűleg rövidebbek lehettek, és most elmentek valószínűleg maximumig. És emiatt ugye az orkup nyúlt meg. És ezért csalókák az összehasonlítások, mert ugye általában úgy rakják össze őket, főleg felülnézetből nézve, hogy az első kerekeket rakják egymáshoz. És innentől kezdve nem fog stimmelni a dolog, mert az első kerék nem ugyanott van az ideje úton, mint a tavain. Pár centi a különbség, de ezek számítanak, ezek az eltérések. Aztán amit még meg akartam mutatni, és be is jelöltem narancságával, ami a bemutató autón, és inkább az oldalszekrény magasságra igaz. Ugye amekkora volt az a, a hűtőnyírás oldalsó nézés, Sőt, ahol ez ilyen kock kocka alakú, kocka volt. alakú volt. Ahol elhelyezkedett profilból oldal, nézetből nézve, az nagyon nagy eltérés, a legnagyobb eltérés tulajdonképpen a tavalyi autó, évelei autóhoz képest és a most bemutathoz képest. Sokkal följebb tolták és sokkal keskenyebb lett, sokkal magasabbra került az oldalszekrény, az oldalsó hűtőnyílások szája gyakorlatilag, és sokkal nagyobb teret alakítottak ki itt a monokok két oldalán a levegőre, az arra, hogy a levegőt mozgassák, a levegőt terejék, és hátrafele küldjék az oldaszekrények alatt meg mellett. Még egy dolog, hogy a cápa 28 volt még tavaly az év elején, aztán most már nincs cápa 20, de ugyanúgy tavaly év végén az autón, is Dani, ezért menjünk a másik alpinos képre, vagy nem tudom még hány képünk van alpinból, ha akkor nézzük meg. Ah, ez a szemből, ugye szembe csak azt akartam érzékeltetni, hogy mennyit változott ugye az oldalsó hűtőszekrény, tehát hogy hogy tolták el fölfelé, ugye lett keskenyebb és szélesebb ezt, a tavalyi nyitáshoz képest. Ezt a Red Bull képest, erőltetni Igen, a Red Bull kezdte el erőltetni például. Tehát ebbe az irányba elmentek. Az is látszik, hogy egy picit talán még szögletesebb és még nagyobb lett, de minimálisan a felső hűtőnyílás, és ugye ezt a centrális hűtést, ezt amúgy is az Alpi már évek óta erőltetett, tehát elég sokat használtak. Eddig is eléggé meghízott autójuk volt középen, és viszonylag kevés volt az oldalsó hűtőnyílások a többiekhez képest, illetve az orkúp még szélesebb lett, különösen az orkup utolsó része. Tehát tavaly egy picit összeszűkülő orkupa rendelkeztek, ehhez képest most kifele szélesedik, és a végének az eldolgozása az inkább a ferrari a 2022-23-ban használt megoldásához. Ez a kicsit ilyen V alakba összeszűkülő, és ahogy itt megoldják ezt a két irányba elvezetett levegő elterelést, ahogy eldolgozzák itt az anyagot, és ahogy tényleg ilyen V az abszolút a ferrari az eddigi megoldása. Az első szárny teljesen más, de ebbe Igen, azért nem az akarok nagyon sokat változott. részletesen belemenni, mert az első szárny az, ami a legtöbbet, a legtöbbször változik egy év során, és lehet, hogy már az első teszten sem ilyen lesz az első szárny, de erről mert Harman is beszélt, hogy az első szárny koncepció alapvetően megváltozott, illetve hát, hogyha a lengőköröket megnézitek, Dani, ezt hagyom neked, mert szerintem egyértelmű, Alapvetően ott is hatalmasak a változások, és erről is szó volt a bemutatón, hogy mennyi dolgoztak az első és a hátsó futaművön olyan dolgokon, ami egyébként leginkább a kaszni alatt van, elrejtve, de nagyon sokat számít az autó versenyképessége szempontjából. Igen, itt ugye nyilván itt a kormány összekötő például, ahogy szét lett választva az első-felső lengőkarral, az egy érdekes kérdés, de ami nálam egyébként itt az Alpin esetében egy, egy, egy nagy igazság, hogy a részletek azok olyan helyen rejlenek, amiket nem látunk, amire te is utaltál, Gábor, hogy itt ha igaz, és ezt nyilván nem fogjuk sosem megtudni, de majd az autó teljesítmény árulkodik erről, hogy amellett, hogy át lett az első és a hátsó futómű kinematika is, a váltó is jócskán könnyebb lett, valamint ugye az Alpinnál egy nagyon komoly probléma volt tavaly, és érdekes kérdés, hogy vajon ebben mi az igazság, hogy egy ilyen jó tíz vagy akár több lóerővel is gyengé motorja van, az Alpinak. Ez látszott azokon a helyszíneken, a Mexikó, a magas, Monza. lévő Honza, a Monza vás. is, ahol, ahol szóval a motoroknak, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve, azokon a versenyhétvégéken nagyon sokat veszítettek. Hogy ez mennyi lehet körönként, ezt nagyon nehéz megmondani, de hogy elvileg a motor az, mivel túlságosan nem lehet rajta változtatni. Egyébként volt az Alpinnak ilyen igénylése, hogy igen. hogy ö, annak ellenére, hogy be van fagyasztva a motorfejlesztés, ők kapjanak Szeretek engedményt. Szeretek volna egy Jokert kapni, de nem kapták De Nem meg. kaptak, és ezt próbálják majd elvileg az idei évre az új autóval úgy küszöbölni, vagy valamennyit javítani, hogy a motor packaging, az elhelyezkedés az egy kicsit hatékonyabb legyen, a kipufogó hátul úgy van integrálva, hogy még hatékonyabb legyen. A kicsit kedvezőbb legyen, hogyha megnézitek. Egyébként a rengeteg növekedés, és az, hogy hosszabb lett az autó első része, az orkupja, az megint csak alátámasztja azt, amit Matt Harman mondott, hogy hátré próbálták vinni a súlypontot. Igen. Ugye az, hogy megnyújtják az autó orrát, ugye a, a nagyobb tömeget képviselő hátsó rész, az gyakorlatilag arányaiban elkezd hátré vándorolni. És itt is ugye vannak megkötések, tehát van egy tólig, amit a szabálykönyv meghatároz, tehát nem lehet az extra végtelenségig eltolni hátra a súlypontot, de a szabályok által megengedett hátsó határig valószínűleg elment az Alpin, amennyire lehetett. És ugye ez az, ami a gúnya alatt van. Ugye teljesen új monokokot építettek, valószínűleg könnyebb is lett, arra utalt, mert hármas, sőt, szó, szó, szerint mondta, hogy könnyebb váltót építettek, tehát megpróbáltak mindenhol, ahol lehet súlyt csökkenteni, és a súlycsökkentés révén valószínűleg le is mentek minimum súly alá, tehát a súlyhatár alá kerültek, és akkor itt jön az, amiről már beszéltünk korábban, hogy így viszont ballasztal sokkal inkább lehet az autót hangolgatni, verseny hétvégérő pályakarakterisztikától függően tologatni azokat a balasz súlyokat előre-hátra, lehet, hogy a lehető legkedvezőbben használják a gumikat, és ugye ez is egy olyan dolog, ami szintén szóba került itt a bemutatón, hogy nagyon sokat dolgoztak a fékhűtésen ahhoz, hogy a lehető legjobban tudják felmelegíteni a pirelliket, hogy tökéletes tartományra tudják ezt használni, a Danit, Danit, hogy Fejlesztések vannak, fejlesztések vannak itt is. Te, na most képünk nincs. Ne, most már ne, jó van. lesz, jó lesz. Bedugtam azon. Nagyon lapost. sokszor egyébként, hogyha egy csapat marad egy megszokott, a szemünknek megszokott koncepciónál, és szerintem most azért váltsunk képet, hogy nézzük um. meg, hogy hol végeztek az év végén. Az utolsó képre menjünk, ami a garázsban van. És egy picit nagyíts is rá, hogy lássuk. Ha megnézitek, ez ugye ez Abu Dhabi utolsó étvége. Igen, hétvége. Itt A nyilacska, erre Nem véletlenül akartam nem. ezt hozni. Ugye itt már totálisan azt a az oldalszekrény megoldást látjuk, amit most látunk az új autóban, vagy majdnem ugyanazt látjuk, amit látunk most az autón. Annyi változott, hogy ugye ez a kiszélesített és elkeskenyített, magasságban elkeskenyített beömlő, ez már ott volt a Budabiban, meg már korábban is. Itt ezt a nagy teret, itt a nagy fagyiskanál, ki is válták, tehát ez a koncepció ugyanúgy folytatódik az idei autón, amit már tavaly az év második felében elkezdtek. Ami változott, hogy ugye itt azért nem tudtak a végtelenségig játszani a monokok miatt, a tavalyra megépített utasszellá miatt, és emiatt építettek egy új utasszellát, és még magasabbra húzták. Itt van egy pici lépcső, azért látod, Dani, te is itt, meg szerintem ti is a képen. Egy pici lépcső azért van a monokok teteje és a beömlőnyírás teteje között. Na most ez a beömlőnyírás most már teljesen fölkerült monokok magasságba. Úgy, hogy egyébként a lengőkarok is fölkerültek, amennyire föl, az első lengőkar fölkerült teljesen magasra, és emiatt még magasabbra és még keskenyebbre tudták húzni, tehát még több helyet csináltak, de az alapkoncepció maga ugyanaz. Itt is magasabbra húzták ezt, főleg az elejét, azzal, hogy itt fölkerült magasabbra a főső éle, a beömlőnek, az oldalsó beömlőnek, ez az egész oldalszekrény picit magasabban húzódik, főleg az első régiójában, itt a pilóta fejmagasságaig de ha az alapkoncepciót nézitek, akkor első ránézésre a csúszdás megoldás az oldalszekrényeknél, ahogy itt elvezetik a központi centrális hűtéseket, és ahogy lefele íveltetik aztán a lengőkarok irányába, az mind ugyanaz, ebben nincs igazából változás. Tehát, egy szabad szemmel ránézünk az alpére, akkor első blikre nagyjából a tavalyi autót látjuk, és mégis számtalan példa van arra a egy történetében, hogy egy ugyanúgy kinéző adott tv autó, és a következő évben hasonlóan kinéző autó között óriási teljesítményugrás volt, pont Igen. azért, ami az autó alatt van, ami a nem látható részeken van felépítés Igen. szempontjából. Ugye az alapin esetében nagyon sokat panaszkodtak a versenyzők egész évben a kiszámíthatatlan viselkedésre, nehezen tudták megzabolázni, tehát hogy Nyilván egy dolog felismerni a problémát versenyzőként, bendülsz az autóba, és elkezdesz bekormányozni. Az autó túlkormányzott, kormányzott tolja az elejét, kemény a futómű, most kicsit egyszerűsítek. De hogy erre nem nagyon volt megoldó kulcsa sok esetben az Alpinnak. Év vége felé azért érkezett egy módosított ORO csomag, hogyha jól emlékszem, amely egy kicsit a gyorsabb pályákon jobb, jobb hatékonysággal működött. Az ide évre ez már elméletileg, már alapvetően garantálva lesz. Tehát készülnek a különböző sebességű pályákra, egyedi hátsó hátsószárny megoldással, stb. Ez nagyon fontos értelemszerűen. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az autót jól tudják menedzselni. És ugye nyilván ezek az autók, amik ugye a padlólemez alatt termelik a Ventori csatornákban a leszorító erő nagy részét, ezek minél gyorsabban megy az autó, minél nagyobb a sebesség, nyilván tulódik egy kicsit hátra az aerobalansz, hiszen ott, ott termelsz nagyobb leszorító erőt, amikor meg lassabban mész, akkor az kevésbé hatékony, kevésbé hatékonyan működik, és tolódik az első szárny felé, és ez egy olyan problémát okoz, hogy nyilván, hogyha az eleje van jobban megterhelve az autónak, akkor ugye akkor túlkormányzottabb, mert elő lesz nagyobb tapadás. És lehet, hogy egy gyors kanyarban inkább hátul van nagyobb tapadás, alul kormányzott, vagy pont jó a balansz, akkor lassabb kanyarba lehet, hogy, hogy pont az elejét fogja jobban fogni az autó, és túlkormányzottabb lesz. És hogyha ezt ellensúlyozott futómű kinematikával, akkor meg lehet, hogy túllépsz és akkor meg a kanyar másik pontján fog szívni, tehát ez nem egy egyszerű játék. Igen, tehát az eleve az arra a dinamikai nyomás középpont, az folyamatosan változik, pont, hogy Dani elmondta, hogy nő a sebesség egyre inkább vándoró hátra normál esetben, hiszen az autó hátulját kell nyugtatni, minden gyorsabb a kanyar, és ezzel játszanak is. Tehát ez tervezetten úgy van, hogy minél lassabb a kanyar, annál inkább elő legyen leszorító erő, hogy minél nagyobb legyen az autó perdülete, hogy könnyű legyen beindítani a lassú kanyarokba az autót, hogy meglegyen a kezdeti túlkormányzottság, és akkor utána gyorsan ki lehessen lőni belőle. De minél gyorsabb a tempó, annál nyugodtabb, annál kezelhetőbb legyen az autó, ne legyen ideges, hogy merjen a versenyző bemenni egy 250-nál, 280-nál kanyarba. És akkor amit már Dani szóba hozott, ugye nem is látjuk sose a padló, ez pedig az igazi nagy truvája ott van. Igen. hogy generálják a leszrűjtörőt a padló alatt, hogy ez a ground effect, ez a talaj kölcsönhatás, ez hogy működik igazán jól. És az összes olyan futómű megoldás, az összes olyan változtatás, amiről beszéltek az eddigi autó bemutatókon, az mind aerodinamikai okokból van, Így és van. azért van, hogy az autó hasmagasságát, a platformot a lehető legstabilabban tudják és tartani. Egyébként évközben volt problémája az Alpinnak, mert följebb kellett emelni Igen. a hasmagasságot, és onnantól Sokat kezdve. tavaly is egyébként. Igen. És onnantól kezdve, és ez egyébként főleg az első évében volt az új szabályrendszernek, 22-ben egy komoly probléma mindenkinél, hogy nyilván a pattogás, stb. miatt sérül a padlólemez, a, ugye a koporlemezek túlságosan elkopnak, kizárják az autót, volt is több kizárás ugye az elmúlt időszakban ha fölemeled az autót, brutálisan csökken. Ugye ez a talajkölcsönhatásból nem miniméter mérhető veszteséget ezt o... okoz. Tehát, hogy kívülről nem látod az autón a változtatást, annyira picik ezek a mozdulatok, és mégis lehet, hogy köridőre akár egy másodperc. Lengeteg. És egyébként egy másodperc volt az átlagos lemaradása időmérőn pont az Alpinnak a Red Bullhoz képest, hogyha jól emlékszem, átlagosan. Jól emlékszem. Ami, ami bazis 1, 06, az... úgy, jól emlékszem a saját számomra, de nagyságrendileg. Nem voltam pontos, bocsánat. <laughs> Bocs, bocsánat. De hogy ez, ez, ez nagyon extrém. Igen, és a legtöbb változtatás valószínűleg egyébként itt fog jönni idén, mert most már két év lement ebből a szabályrendszerből, és a csapatok valószínűleg egész jó belőtték, hogy milyen típusú futómű kellene, vagy hogy kellene kordában tartani az autót, milyen mozgástartományban kellene tartani, és arra terveznek futóművet, hogy abba, arra próbálnak optimalizálni, hogy hol a legjobb, hol a legidálisabb, legvezethetőbb lesz a szempontjából, nem túl alacsonyan, nem túl magasan, és a lehető legkisebb mozgást térrel, miközben persze tudni kell a magas magaskerékvetős pályákon menni, tudni kell a hepeupás pályákon menni, a városi pályákon menni, hidegben, és melegben. azon még a Red Bullnak sem mindig Igen. sikerült, ugye Szingapurban például, szóval amikor Sainz nyert. Szinte biztosak lehettek benne, hogy minden egyéb bemutatott autón a futóművek változni fognak, a szögek változni fognak, a lehető legjobban próbálják optimalizálni a saját tervezett has ez megoldásukkal együtt, hogy abban a hasmagasság tartományban legyenek, amiben a leginkább jól működik az autó. Hát meglátjuk, és ha már autóbemutatók, akkor hogyha minden igaz, akkor nem sokára, néhány perc. És miért fognak beszélni? Mert lehet, hogy négyedkor elkezdik, és három négyedkor látunk először autót, de közben Igen. rajta leszünk mi. Tehát, is. hogy ez, ez, teljes mértékben egy őszinte és interaktív adás. Mi szeretnénk megvárni azt a pillanatot, amikor már meg tudunk mutatni nektek képeket, és láttam a komment szekcióban, hogy sokan találgattok, hogy vajon ma lesz -e a kis Red Bullnak az autóbemutatója, Ha minden igaz, akkor ma lesz elvileg ezekben a pillanatokban kezdődhet, és amint lesznek képeink, azokat be fogom hozni, vagy be fogjuk hozni Gáborral, és kivesézzük, és azt gondolom, hogy azok a nézők, akik most itt vannak velünk, és egyébként rekordszámú nézettségünk van, azt szeretném, hogy Gábor, te Na. nem, tudom, hogy látod-e. Én, látom, Youtube-on az előbb már majdnem 2000 volt, és Facebookon is ezerhez közelítünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Ez, ez, ezek rekordszámok, úgyhogy látszik, hogy az elmúlt időszak hírei az titeket is felszámolt az élőadás varázsával együtt. Úgyhogy amint tesznek képeink a e, Ketchup autóról, amit e, viccesen Gáborral elneveztünk Ketchupnak, de nyilván ezt csak is kizárólag a stream műsorban fogjuk így használni. Igen, most először beszéljük ezt meg, én eddig annyi de Most akkor face-to-face. Face, to face, face, to így face. Most megbeszéljük. Te hogy akarod őket hívni? Én, én tudom, hogy hogy fogom valószínűleg hívni, nem tudom, hogy zsigerből mi fog működni. Nekem ez egy nagyon hosszú név. Nyilván ez egy szponzor elnevezés, és sosem használtam szponzor elnevezéseket, de részben szándékosan. Tehát annak ellenére a West McLaren Mercedes, meg a Scuderia Marbolo Ferrari, meg a végtelenségük 26 a Hedges, Jordan, akármi, minden volt. Ezeket direkt kerültem, mert a csapatnak meg van a saját neve, és a szponzort meg kihagyom, azt tegyék bele a sajtóközleménybe, aztán mindenki olvassa, ha akarja. De itt hát a csapat neve egy az egyben egybe fort, ahogy a Steaknél is ugye az Auberrel, és ezt nagyon nehéz lesz kerülni. Most nyilván annyi szerencsénk van ennél a csapatnál, hogy az az RB tag azért csak oda került, azzal a bikával együtt, úgyhogy én azt gondolom, nem tudom mennyire Most elmondod, ha... hogy te hogy hívod? Elmondom, elmondom ja, mondjam! Te. Ne, mondd el, mert én még Fíj, Lehet, én hogy az alapján változtatok. Arra jutottam magamba, hogy én RB-nek fogom hívni. Nagyon RB-nek fogom hívni az, az egykori Alfa is Tororosot, mert ott van a nevükben, akkor nem kell a víz a keseppe bajlódni és megnézzük, hogy működik -e ez az erbézés. Ugye azért lesz ez nehéz, mert közben meg ott a Red Bull a mezőnyben, amit persze nem hívunk erbének, csak a rövidítés ugyanaz. Ugye meglátom, hogy erbének ez működőképes lesz-e, vagy nem hallom -e, saját magamtól is olyan furcsán vissza ezt az egészet. A vissza kesepet tudja, hogy nem fogom kimondani. Én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan hívnátok. Én, én nagyon sok üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, mindenféle vicces, ez a kecsapot is már valaki korábban, még mielőtt itt mi is belementünk volna el előtte. Egy, de komo komolyan is vehetjük a dolgot, tehát hogy tényleg ti hogy hívnátok? Ez, az, az RB egyébként nekem tetszik, és én, nem, én egyszerűen nem ha lehet, akkor, akkor nem vagyok hajlandó, vagy nem szeretnék ilyen különböző nyakatekert szponzor neveket. Mert akkor minden más csapatnál is ki kéne mondani, hogy a komplett komplet szponzor a Manigram ház, nem tudom, ház, micsoda. Ez tehát, hogy a végtelenség. Ez Az Mercedes, ott is Persze. Meg ez a Marboró Ferrari, az mondjuk, az, az mondjuk, erre is jó példa volt. Itt jönnek már egyébként, most YouTube-on nézem, jönnek itt csak simán Visa, érdekes. Kis Red Bull-ok, -ok, az kicsit nyakatekertnek tűnik. Visa részé... RB. De akkor meg a Vizát miért mondod, a, ke a Kesapot miért nem mondod? mondod. De igen, a Viza RB még egy rövidített verzió. Ugye egy valamit biztos nem fogunk használni, ugye sokan feldobtátok, hogy hívjuk minárdinak Tororosszanak, alpha Az Azok korábbi nevei a csapatnak, korábbi gúnyai. azokat nem használhatjuk, mert sehol nem jelenik meg, semmilyen eredményközlésben, sem az auton, sem sehol, tehát a mostani névvel kell fűznünk, és abból kell a lehető legjobbat, a legegyszerűbbet kihoznunk érthető módon, úgyhogy ne spirázott tud. Egyelőre a Visa RB meg az RB között így... Akkor a Visa RB, egyébként az jól az jó hangzik egyébként. A Visa RB... Ez az is nyakatekert egy Igen, kicsit, kicsit nyakatekert, de legalább rövidebb a kesepet. Semmiképp nem hoznám elő, úgyhogy meg, én most egyelőre az rb maradok, aztán meglátjuk, hogy ebből még mi jön össze évközben, olyan nagyon nagy variációs lehetőségek persze nincsenek. Látsz közben képeket, de én is most azon vagyok. Nem látok, azt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Én lehet, hogy elkezdeném a, a nap egyik Gyors Tipikus tévés köhögés. Most, hogyha elkaptátok, hogy mit csináltam, azt Dani ismeri szerintem jobban. Ez amikor mikroport van az emberen, és köhögnie kell, akkor ugye csak így simán köhögnék, nagyon hogy Amikor az egyik kezem a szám a másik meg a mikroport elé, és akkor kevésbé veszi be a köhögést. Még ne nézz oda, ne nézz oda, oda még! Nem látom, mi van ott. <laughs> ne nézz oda még! Én, én mielőtt belemennék a, a Ferrari történetbe, előtte még Hornárról, beszélgetnék, nem tudom, hogy ez így rendben van-e, ez, ez, a, a sorrend, mert lassan most már érkezünk ugye nem a mai nap sokat hot beszélni erről a Christian Horner szágáról. Csak szóval, mert... tegyük rendbe a helyzetet, szerintem. Azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban bármi is történt, amiről nem tudunk, a legrosszabb dolog, hogyha az ember elkezd felülni pletykáknak. Én már négy különböző pletykát hallottam, abban az is benne volt, hogy még Sergio Perez felesége is szerepelt. Na, mondjuk így. Tehát, ez az tehát, a egész már minden verziót hallottam. hallottam. teljesen biztos forrásból. És a, leg, a, legszebb az, amikor a biztos források nem tudnak megegyezni abban, hogy mi is történt pontosan, akkor el kell engedni az ügyet, mert hogy valószínűleg egyik biztos forrás sem tudja, hogy mi történt Igen. igazából. Csak találgat, vagy, vagy vannak félinformációk. És ez egy amúgy is annyira súlyos és személy, konkrét szemét érintő ügy, egy ember pályafutásáról, karaktergyilkosságáról beszélünk ilyen esetben, ha igaz, ha nem. Hogy ezt ennek akkor sem szeretek elémenni soha, hogyha az emberrel szimpatizálok, vagy hogyha nagyon nem. Tehát ha, ha arra az emberek gondolok, hogy a legkevésbé bírok az életemben, nem mondom ki a nevét, biztos tudnék listázni, annak sem kívánnék ilyet, és soha nem örvendeznék azon, hogy jaj, de jól megjárta, mert csinált egy ilyen hülyeséget, vagy csinált egy olyan hülyeséget. Nem tudjuk, hogy pontosan mit csinált Krisztián Honár, azt tudjuk, hogy holnap van egy meghallgatás és van egy belső vizsgálat, és hogy ebből mi lesz, vagy mi derül ki, pálcát törni tök fölösleges az előtt, mielőtt megtudnánk, hogy mi történt valójában. Hogy el kell a csapatot, nem kell elhagynia a csapatot, magától lemond, menesztik ez mind ki fog derülni péntek és hétfő között valószínűleg valamikor. Igen, én annyit tennék hozzá ez a történethez, hogy ö, teljesen egyetértve ezzel, én csináltam egyébként egy ilyen kis TikTok videót, ahol ö, én is éppen, én azt mondtam el benne, hogy éppen mik a szóbeszédek. Egy dologban viszont ö, biztos vagyok, vagy biztosak lehetünk szerintem, hogyha egy ilyen vizsgálat elindul egy külső cég bevonásával, amögött komoly dolgok vannak, nem biztos, hogy Horner oldaláról, tehát ezer lefutása lehet a dolgoknak. Az is lehet, hogy pusztán egy, egy félreértésről van szó, az is lehet, hogy hatalmi harcok zajlanak. Az összes összesküvés elmélet Lehet egy rossz indulatú, lehet. lehet. egy rossz tehát lehet, hogy megpróbálják, lehet egy valaki megpróbálja kicsinálni, Igen. nélkül. Lehet, Igen. hogy csőbe akarták húzni, és Igen. megpróbálják kicsinálni. Van egy, egy sértett alkalmazott, van egy, bármi lehet emögött. Tehát, hogy ez nagyon nehéz ezt, hogy mondjam, azon a szinten értékelni, hogy ne bagatelizáld el, hogyha valami komoly dolog történt, amit, és amiről Christian Horner tehet, és jogosan raknák ki a csapatból, vagy esetleg indul ellene akár büntető eljárás, vagy valami egyéb. De akár az is lehet, hogy teljesen ártatlan, megvádolták valamivel, és ugye hogy működik a közvélemény, azonnal ugrik egy ilyen hírre, és a közvélemény egy része azonnal el is ítéli. Mindenféle történet, mindenféle konkrétum e, ismereten nélkül. Ugye kapásból elterjedtek hírek, hogy jaj, no, alkalmazott, akkor biztos molesztálás zaklatás, biztos Igen, mentek a, itt, a big piquek, biztos mentek. Egy... <laughs> tehát, hogy, hogy, nem tud... Elkezd az ember fantáziája dolgozni, és már a sztorit megvázolja, felvázolja magában, már ki is színezi, kiszínezve adja tovább. A 66. verzióban meg már gyakorlatilag mi nem volt Christian Horner. Igen. Én csak annyit akarok kérdezni, függetlenül, hogy bármi lesz ebből péntekről hétfőre, hogyha valaki 20 éve vezet egy ilyen csapatot, és 20 éve vezet egy ezerfős is, nagyjából ezerfős is távol, akkor 20 év alatt, hogyha hogy nem volt egy ilyen ügyesem, és akkor, amikor a legdurvábban szalad a szekér, és megcsinálják a legsikeresebb szezonjukat, azok után belefut egy ilyen történetbe. Hogy ez mennyire, mennyire tűnik logikusnak, ezt gondoljátok mindig végig ilyenkor. Tehát, hogy bármilyen hülye is lehetett Christian Horner, hogyha ilyen e típusú ember, hogy vannak ilyen hajlamai, vagy így működik, akkor az elmúlt 20 év, során is lehettek ilyen ügyei, vagy lettek volna ilyen ügyei, és nem tudom, meddig lehetett volna szőnyeg alá söpörni, vagy azok az ügyek már előkerültek volna, legalább most az elmúlt napokban, hogy ja, jelentkezem, mert velem is csinált ilyet, meg engem is, zaklatott, meg a stb. stb. Ha eddig nem csinált ilyet, akkor miért pont a legnagyobb sikerei csúcsán kockázhatnák karrierjét, és nem egy focistáról beszélünk, akikkel azért előfordult hasonló, Igen. jó néhány nagy névvel, akik azért kicsit máshogy érik meg a a szurkolói közeledést egy éjszakai szórakozó helyen, egy bárban vagy bárhol, aztán utána történik bármi, utána már azt mindenki kommunikálhatja, hogy akarja. Itt azért másról van szó, egy egész más helyzetben levő emberről, egész más szinten kereső emberről, egész más kultúrkörben mozgó emberről, akiről elég nehezen lehet elképzelni ezt, még akkor is, hogyha megtörtént, akkor meg kell tőle válni, nem kérdés. Tehát akkor nem védeni sem akarom, akkor, hogyha bűnös lenne egy ilyen ügyben. De hogy logikusan végiggondolva ezt az ügyet, ez egy nagyon-nagyon elképzelhetetlen szituáció abban a pozícióban, abban, amiben Christian Horner ül. Egyetértek, egyetértek. És egyébként ez egy elég nagy dráma. Tehát, hogy, és engem megmondom őszintén, hogy zavar, mert, mert alapvetően Christian Horner, amit letett az asztalra a csapata, és ez megint csak attól teljesen független, hogy kikinek szurkol, meg kinek melyik csapat, meg a <laughs> szimpatikus. Tehát ha, valami, ha valaki elér valamit, akkor ahogy Gábor az előbb egy másik példával ezt te is alátámasztottad, akkor azt elismered. Hogyha valakit nem szeretsz, akkor persze nem fogsz vele lógni, de attól függetlenül nem kívánod, hogy vele valami nagyon durvára az dolog történjen. Én hiszek abban, hogy ezek egyik visszaszállnak. Um, és, és Christian Horner egy elképesztő csapatot rakott össze. Nyilván nem ő egyedül nyerte az elmúlt évek VB címeit, hanem van egy nagyszerű szervezet, amit nyilván ő vezet, rengeteg munkát tett bele, és, és uh, nyilván, hogyha valami olyat tett, akkor persze jogosan lesz elmeszelve, de jelen pillanatban nem tudjuk, hogy bármit tett volna, így uh, jó lenne, hogy helejét vennénk annak, amennyire lehet, a, legalább a mi saját erőnknek megfelelően, hogy legalább a mi ne támogassuk a jelen pillanatban koholt. Igen, volt vádak, és a sajtó nyilván ebből él, erre ugrik rá, és színezik ki azt, amennyire csak lehet, a kattintást növelve, meg a olvasottságot növelve. Ebbe soha nem szerettem berállni, főleg egy ilyen helyzetben, amikor egy ember konkrét karrierjéről és az életéről van szó, mert ez nem vicc ez a téma. Tehát, hogyha ez komoly és valós, akkor nyilván magának köszönheti, de ak akkor mondjuk úgy, hogy megérdemel. De ha mondjuk ez így egy olyan foltott, hogy Krisztián honna becsületén, nem jogosan, amit utána nagyon nehéz lemosni, vagy örökre rajta marad egy kicsit a... Tudod, az emberek hogy működnek, mondjuk kihozzák úgy, hogy nem volt semmi, bezzege, persze eltusolta a Red Bull, biztos, hogy volt, csak nem akarták lebuktatni, az emberek 20%-a körülbelül nem is fog már arról értesülni, hogy mi lett a vizsgálat, csak annyi maradt meg benne, hogy Horner csinált valamit, és valakit zaklatott a munkájén, és bezzeg ott maradhatott. Tehát ez mindenképp egy foltot, hagy egy ember becsületén, és ez egy nagyon... Ez nem játék ez az ügy, és tudom, hogy nem fogjuk megváltoztatni a társadalom gondolkodását, meg az egyes személyek gondolkodását sem, azokért főleg nem, akik még nem szeretik a Red Bull-t, vagy Christian Hornet, de hogy bármilyen ilyen típus úgy történik, erre nem szabad egyből rávetődni. Egyszerűen meg kell várni, amíg véget ér egy vizsgálat. Ha korrektű kivizsgálják, és eldől is kiderül, hogy mi van, akkor nyilván amellett el lehet mondani, hogy mi mellett tartunk ide. Azt gondolom, hogy alapvetően a az alapvető értékeink ugyanazok, nem csak Danival, hanem veletek is ott a képernyők túloldalán bármilyen platformon is nézhetek minket. Hogyha valós ugye az aklatás, akkor, akkor nem kérdés a döntés, ha pedig koholt vádak vannak, akkor megint csak nem kérdés, hogy minek kell történnie. Igen, meglátjuk. Egy bizonyos, hogy a Red Bull ebből jól nem tud kijönni, tehát ez, ez már most egy, egy, olyan negatív hullám, ami még hogyha minden vád hamis és tök jól lezáró minden, akkor is, akkor is problémát okoz. De tényleg reméljük, hogy nem lesz semmi probléma, mert Nyilván a jó szakember maradjon addig a helyén, ameddig megérdemli szakmailag, hogy ott maradjon. Na jó, szerintem nagyjából ennyi volt a Red Bull. Egyébként a Red bull az autó bemutatója az jövő héten lesz. 15-én, 15 igen. És, és Valaki ő... volt olyan szerencsés, hogy valahogy odajut. Képzeljétek el, hogy ott leszek személyesen, és tök nyakatekert módon. Faramuci helyzet, nem azért, mert nem tudom médiásként, vagy bárhogy oda keveredek, bár nem versenyzőként, jó lenne, hanem az egyik barátom, nyert egy jegyet, egy páros jegyet erre az autó bemutatóra, és megkérdezte, hogy elmegyek-e vele, én pedig nem mondtam semmit, csak gyorsan vettem egy jegyet Londonba. Úgyhogy, <laughs> úgyhogy, én ott leszek, nem tudom, hogy milyen lesz, még azt sem tudom, hogy hol lesz egyébként, tök érdekes, tehát nem küldték ki a lokációt, mert majd holnap fogják ezt majd pontosítani, hogy ne lehessen... Hm, abban a szerencsés tám... helyzetben vagy, egyedül no. a világom, Egyedül a világon? Hogy én most megmutatom neked az autót, amit 15-en látni fogsz. Most lelőd a poént? A tavalyi Red Bull-t mutattam Daninak, mert mi más mutatna be a Red Bull, mint a tavalyi autót az idei festése. én a festés se fog egy változni. Álbar, el, egyes is rajta maradt, tehát igazából kitolják a 23 as autót, és azt megyek, hogy a 24-es, és az egész közönség ott áll majd tapsol, és te előheted a poént. Így, ez a tavalyi autó. Most, most én, én izgatottan várom ezt a napot, négyszer ne vedd el a Vigy, egyébként ennyi ember elutazzon egy tavalyi autó bemutatójára, amit idejének hívnak, kicsit, úgy érzem magam, mint a császár új ruhája című mesében, akkor végül aztán Ennyi az lehetne. idő, lehet, hogy lassan a streamet be kéne. <laughs> na, mindegy, Dani ott lesz, és bármi történik, majd bekérdez nekünk, lehet, hogy küld is valamit a helyszíről. A régi autót lefotózom én. neked, jó? És akkor azt elküldöm, és akkor az lehet a háttérkép, vagy nem okay tudom, lehet. hogy... Hogy mit célt szolgál. Lehet a különbséget típusú járba. Na, hát ö, én azt gondolom, hogy lassan megérkeztünk a, a nap témájához, ami a hét témája, a hónap témája, az év témája, és nem tudom, hogy hogyan lehet ezt még fokozni. A Red Bullról szépen lassan átnyargalunk egy, egy vörösebb tájegységre. Ugyanis a Ferrari egy olyan bejelentést tett, egyébként nem is a Ferrari tette az egy első egy bejelentést, bocs, 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 hanem a mercedes bu buszájt, Az RB Az ERB, igen, igen mert ami hogy az, lesz. Ne, holnap reggel lesz, mert hogy a 10.30, az este 10.30 Las Vegasban. <laughs> és holnap reggel. Jó, hát akkor, akkor ennyit, akkor vár, a Dani megvárja, itt lesz veletek. Igen, addig élőben leszünk, hozzatok popcorn, de nekem is létsz ide a helyszíre, a privátban megírom, hogy hol vagyunk, hogy mindenki Na, azért azt akkor nem... a akkor erbéről ugorjunk. <laughs> ugorjunk rá a... Tényleg az elmúlt időszak legdurvább hírére, én nekem nyilván én nem követem olyan régóta a formegyet, mint te Gábor. Uh, és valószínűleg itt köztetek is nagy a kilengés, van, aki nem rékezte el nézni, van, aki évtizedek óta nézi már a Forma 1-et. Amennyire én emlékszem, a legnagyobb átigazolási hír, de visszanéztem azért az elmúlt évtizedeket, és szerintem összességében ott van a top átigazolási Absinne. hírek között. És önmagában, mármint Lewis Hamiltonról beszélünk, aki a Ferrarihoz igazolt, aki jövő évtől már ott fog versenyezni Lökler mellett, ugye sár Löklernek pedig egy hosszú távú szerződést ajánlotta korábban, amit el is fogadott. Hamilton szerződéséről még nincs hír, hogy hány éves lesz. Nincs, ott sem. Hát állítólag uh, is csak plegykák vannak, hogy kettő plusz egy, meg... De meg. megbeszéltük, hogy a plegykák, két év, biztos, két év biztos. Két év biztos, két év biztos. Ez mindenképpen egy, egy bomba hír. Az egyik gondolatom az az, hogy szerintem ez szenzációsan a jó forma hiszen attól függetlenül, hogy kinek szurkolsz, ez fontos leszögezni. Tehát szeretet hamilton -t? nem, Szányt szereted, és most szomorú vagy, mert elmegy a ferrari -tól. Mercedesnek szurkoltál, bármi is legyen, ez a Forma 1 -nek marha jó, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban még az is a Forma 1 beszélt, aki csak hallásból értesül a hírekről, ú, uh, Hamilton a Ferrari-nál, hát, hogy őrültek háza van, a Ferrari részén folyam, 15 ot ment brutális, két nap alatt. Brutális volt. Aki ezt előre tudta, az mondjuk, és még időben kapcsolatban, mert egyébként a csárt elindult a hivatos bejelentés Három megelőzően. Három kellett volna belevenni sajnos, de hát igen, már minden Igen, igen. Na minden, mert legközelebb jobban réssel leszünk. Persze a legközelebb az nehéz, mert hogy tényleg ez egy olyan orderű hír, ami, amit nehéz reprodukálni. Ugye önmagában az, hogy Hamilton a Ferrarihoz szerződött, az, az nem egy olyan dolog, amit ne tudtunk volna elképzelni az elmúlt években. Gábor, te is beszéltél többször, ketten is beszéltünk ilyenekről az adásban nem éreztük, hogy elérkezett volna bármikor az a pillanat, amikor erről komolyan el tudunk kezdeni beszélni, de hogy mindig egy reális forgatókönyv volt az, hogy minden idők több szempontból is legsikeresebb a versenyzője a ferrari fejezi be a pályafutását, de én tök őszintén egyáltalán nem számítottam rá, hogy azok után, hogy a tavaly évben nem történt semmi ezzel kapcsolatban, majd idén bejelentik. Én nekem ez teljes, teljes döbbenet volt, amikor reggel elkezdtek jönni az információk. Azért lepett meg, mert egyébként én már erre hosszú ideje gondoltam, és beszéltem, meg írtam is róla. Az első könyvben konkrétan ezt leírtam 2019-ben. Igen, az a pont hogy nekem róla. abszolút logikus lenne Hamiltontól egy, egy Ferrari-ra váltás, bármikor még a hátralő részre a pályafutásnak, de ugye ez 5 évvel ezelőtt volt, a négy és fél, amikor ezt leírtam, de én azóta ezt folyamatosan éreztem, hogy benne lehet a levegőben. De azt gyorsan hozzáteszem, hogy Miután tavaly ősszel megállapodtak két évre a Mercedes-szel, ezt a témát elengedtem, mert sosem csinált olyat, hogy kilépett egy szerződésből annak lejárta előtt, tehát úgy ott van, hogy a 25 végig Mercedes, és onnan már úgysem lesz Ferrari-s folytatás. Tehát az az érdekes, hogy egy héttel azelőtt, sőt, én mielőtt elutaztam, a, a végén motorsportosok tudják, az utolsó briefing room, amit élőbe tartottunk a Hamilton szerződése előtt néhány nappal, vagy azt 5-6 nappal, pont szóba került Ferstappen kapcsán, hogy Ferstappen el tudom-e képzelni majd a Ferrari-nál valamikor, és azt mondtam, hogy igen, abszolút, és pont szóba is hoztam, hogy Hamiltonról is ugyanezt gondoltam, ha már most már úgy látszik, hogy ez a jóslatom, ez félrement, pedig totál biztos voltam benne, hogy Hamilton Ferrari is lett, lesz majd valamikor a pályafutás során, de veszek, ez a hajó már elment. Igen, ugyanúgy ugyanúgy ezek ér, után 5 vagy 6 nappal mégiscsak itt volt a hír. Mi, mi, volt az első? Te honnan értesültél? Te külföldön voltál. Én külföldön voltam. És mi uh, volt, uh, emlékszel, hogy amikor így először másik időzónában voltam, annyi előnyöm volt, hogy előré voltam. Tehát uh, itt még hajnal volt, amikor már az első híreket megláttam és reggeli közben, és aztán utána... Mit szóltál? Azt, azt gondoltad, hogy kacsa, vagy azt, gondoltad, azt gondoltad, hogy... azt gondoltam, hogy megint, megint megírt valaki egy kacsát, mert ugye olasz, és olasz oldalról jött a sztori, mondom, az át, mind, az az mindig veszélyes. Megint az, megint az olaszok kavarják <laughs> spagettit. És amikor elkezdték, és akkor mind, mindig azt nézem, hogy, hogy miért vad oldalát veszi, -e. És hogy ideig nem vették át, de aztán, mit tudom, egy másfél óra múlva, most nem tudom, mit pontosan az idő ö, ö, sávokat, de hogy egy idő után elkezdte megírni a BBC, a Sky, az autosport, és akkor, mondom, ú, akkor ez mondom, mindenki körbefutatta a saját információs ö, körét, és mondom, valószínűleg igazságszag, vagy elég igaznak tűnhetett ez a hír, vagy legalábbis valóságszerűnek, és, és elkezdték megírni. És aztán, amire eljutottunk az estéhez, vagy inkább itthon, inkább a délutához, addigra már mindenki késztényként kezelte, és csak azt várta, hogy mikor lesz bejelentés. És aztán utána a, Ugye jött ez, hogy a, vagy a Mercedes berendelt a, a, dolgozókat, tartottak, Alok már onnan jelentkezett a Sky, a Brackley gyár elől, ahol mentek be az alkalmazottak, amikor közölte velük Totó hogy akkor És Toto Wolf nem volt ott személyesen, Eladja hanem a ez csapatot, ez valami videókonferen videókonferencián keresztül. Tehát most ez, ez, ezek a két gondolatom van, vagy tényleg ennyire az utolsó pillanatban állt össze minden, vagy egy kicsit Toto Wolf megpróbált rájátszani erre, hogy igen, állítólag a reggeli közben közölte vele Hamilton. Aznap? Igen, aznap volt egy megbeszélt reggeliük, és állítólag Wolf már tudta előző este, vagy hallotta a plegykát, hogy Hamilton megállapodott a ferrari de megvárta a reggelt, a reggeliüket, és az Hamilton ott jelentette be neki személyesen. És akkor ehhez képest délután kettőkor, hogy mikor volt? Volt a, a Csapatmeeting, csapat És ugye. Mikor írhatott talán ferrari -hoz? Hát állítólag előtte. Hétfőn? Igen, állítólag előző nap. Hétfőre hallottam. Igen. Hétfő, kett, Hát, hétfő, hogy az a, a előző nap, vagy az nap reggele, vagy akár. Nyilván ez már hetek óta zajlott, és ugye amiközben kiderült, amit megint csak már a utólag vagyunk okosak, de hát ilyenkor nem lehet máshogy gondolkodni, hogy te egyértelmű igazak a korábbi pletykák, hogy voltak megkeresések, voltak tárgyalások. Igen. Volt tapogatózás, nem csak tapogatózás. Mert ugye ezekről, ugye ezekről ez ezek, ezek, a hírek folyamatosan jöttek, csak nyilván... Ezeket ez minden a versenyző karrierjében megvan. Egyrészt ezeket mindig el kell osztani sokkal, másrészt pedig az, hogy a, a, a csapatmenedzserek beszélnek ö, a versenyzők menedzsereivel, hogy, hogy informálódnak. A, informálódnak. Ezek, ezek, mindennaposak. Az, hogy a versenyző beszél egy másik csapatmenedzserével, ez is, tehát hogy teljes, ez, ezek együtt élik az életüket, jól is ismerik egymást, tehát ez, ebben önmagában nincsen semmi. Azt akkor viszont nem tudtuk, hogy John Elkan többször nagyon komoly ajánlatot adott. Hamiltonnak, ami így beigazolódott utólag. Igen, és valószínűleg amikor én ezt mondjuk 2019-ben leírtam, akkor már egy ideje foglalkoztatott ez a gondolat. És jövőbe lát. Nem, szerintem már akkor is valós volt, szerintem már akkor is tárgyaltak. Akkor is, is volt már komoly Szerintem már akkor is felvettek egymásra kapcsolatot, csak Hamilton mindig úgy döntött, hogy marad a mercedes -nél. minden egyes azóta eltelt hosszabbításában benne volt a gondolat, hogy esetleg Ferrari-ra váltson, de nem, nem, úgy állt a... Nem olyan volt a csillagok állása, nem olyan volt a Mercedes versenyképessége, a Ferrari maradt. És ugye számtalan szor elmondta, és ezzel rengeteg emberrel vitatkoztam például a saját platformjai, hogy miért mondom ezt a ferráris dolgot, már Hamilton százszor lenyilatkozta, hogy ő virág életében Mercedes-es ő Mercedes, Mercedes nagykövet lesz neki. Egyébként az, a Mercedes... egyébként az akart lenni. Hát, hogy az akart a hírek lenni, de, de pontosan tudom 52 éves fejjel, hogy az ember hogy változik, és a szituációk változnak körülötte, hogy nyílnak ki újabb ajtók, vagy hogy, hogy zárodnak be korábban nyitva levő ajtók, és hogy hogy mérlegelsz más hogy adott helyzetet, amit korábban nem tudtál volna elképzelni, de mégis ott van benned, és ha úgy alakul, akkor mégis megléped. És igen, ez a szituáció nekem teljesen nyilvánvaló volt. Hamilton-t ismerve, a Ferrari-t ismerve, én abszolút azt mondom, hogy most legalább azt érzem, hogy engem visszaigazolt az, hogy Hamiltonnak jól érzem a rezgését, és jól érzem azt, hogy mikor milyen döntéseket hoz vagy nem hoz, és mikor kommunikál olyan dolgot, amit teljesen el akar fedni valamit, és más mond, és mi az, amit teljesen őszintének hatnála, és abszolút éreztem ezt a Ferrari vonzalmat benne, hiába mondta azt állandóan, hogy a Mercedes csak örökre és semmi más. És, és valószínűleg most volt jókor jó helyen, John Elkan az ajánlattal, mert most Hamilton úgy érezte, hogy még van benne annyi, 39 évesen, hogy egy Ferrari is három évet akár sikerrel megvívjon, egy címért harcolva is. Ez volt tehát a pszichológiája, erről is fogunk még beszélni, de a sportszakmai oldala is érdekes, sőt, azt talán még érdekesebb. Én azt gondolom, hogy ez egy win-win szituáció egyébként, tehát hogy most nyilvánvalóan az, az első kérdés, ami bennem felmerült, hogy Hamiltonnak mi a fontosabb, mi a legfontosabb jelenleg? És mindig azt mondogattam magamnak, hogy Hamilton csak egy dolog fontos, hogy behúzza a nyolcadik világbajnoki címet, mert hogy azzal nyilván egyedül dolgozó lenne a világbajnoki címek tekintetében, meg ott volt az a fiasko 2021-ben. Nekem mind, mindig ez volt a fejemben, hogy ennél azért sokkal összetettebb ez a képlet. Egyáltalán azt sem garantált, hogy bármelyik csapatnál lesz erre lehetősége. itt, itt sokkal inkább... Az a kérdés, hogy hogyan akarja ő hogy zárni az utolsó két évét, három évét, ki tudja, hány év van még Hamilton balanzott, és meg lehet kérdezni arról, hogy meddig lehet kihúzni egy Forma 1 karriert, és az még mindig kérdés, hogy állanzó, meddig szeretné ezt kihúzni. Úgyhogy én azt az gondolom, hogy ez egy win, win szituáció volt. Hamilton ugye a Mercedesnél egy folyamatosan stagnáló, néha süllyedő hajom volt már egy kicsit, kicsit ilyen, 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 ilyen langyos vízbe. Hát fél 21-ig nagyon ment a szekér, az elmúlt, az, az az elmúlt két év. Két az elmúlt két, éről, éről, két, elmúlt két, év. két és egyébként ez jogos felvetés, tehát azért azt mindenképpen meg kell említeni, ez a történelmének a legsikeresebb együttműködése volt. Egyébként ez még csak a harmadik csapata lesz Hamiltonnak. Nem minden szerelem véget ér egyszer, és mindig vannak ilyen... Igen. ilyen döntő pontok benne. Itt most a Mercedes visszaesés és ebben a szabályrendszerben Én. való sikertelenség az, ami Hamiltonnak valószínűleg elvette a, a csapatba vetett teljes hitét, és így már érdekes. Vagy csak meggyengítette, a lehet, hogy elég volt meggyengíteni. És a Ferrari azért megvan az, ö, bocsánat, hogy szabadon láttam, hogy megvan az a, az a, ö, a váltásnak megvan az az előnye, az a sziológiai előnye, hogy ha nem is fog olyan nagy eredményeket elérni Hamilton, de ha csak egyszer nyer egy futamot, már az önmagában egy tízszer akkora dolog lenne, mintha öt futamot nyerne a Mercedesben. Igen, most már egy plusz újabb Mercedes győzelem semmi extra. Nem, nem, semmi lehet. Kicsi, kicsit, így hamilton is úgy éreztem, hogy elkezdett így beleszürkülni, bár mondjuk tavaly egyébként erős éve volt. Tehát De a motiváció már... éreztem rajta. Igen, a moti... egyértelmű. De hát az, az, már évek óta látszott, amikor a szabályváltozás után jött nagy elánnal a Mercedes, hogy milyen jó lesz, és akkor látszott, hogy ez nem lesz jó, lehet, hogy két éven belül se lesz jó, és aztán nem is lett jó, akkor elkezdett látszódni az Hamiltonnál, ami rá tökre nem volt igaz egyébként korre. Ebben, hogy így menjen. Tehát, hogy óriás kilengésekkel, néha úgy tűnt, mintha kedvesen lenne versenyezni, aztán utána letett egy tök jó verseny hétvégét, és ez talán a tavalyi évben egy kicsit rendeződött, de nem jött helyre igazán. És egy új csapatnál, mindegyik legsikeresebb csapatánál, a ferrari ahol ugye azt hirdik, hogy minden versenyző szeretne legalább egyszer ott lenni, ott vezetni, és innentől kezdve tényleg ez, ez, ez egy kényelmes helyzet olyan szempontból, hogy persze nyomás, milyen nyomás lehet helyezni egy egyszeres világbajnokra, ez is egy érdekes kérdés, de hogy, de hogy ott aztán tényleg megy, jól megy, lesz egy-két jó eredmény, önmagában már az egy nagy sztori. Ha meg tényleg világbajnoki címért tudna harcolni, ez minden idők legnagyobb sztoria lenne. minden és ugye ami, ami érdekes, ugye bevállalta a Lökler elleni meccset, ami azért nem kis kihívás. Nem, itt, itt is, is vannak hozzám, mögöttünk. És Löklernek azért ez a saját csapata, és így aztán végképp és hogy hosszabbítottak vele hosszú időre, ez Hamiltonnak lesz bonyolultabb, biztos. Tehát bárhogy nézzük, és <coughs> azt kell mondjam, hogy ez egy érdekes húzás 39 évesen, mert... Bátor húzás azért. Bátor, és azt mondom, hogy ezt azért becsülöm hamilton ezt a húzást, mert ez nekem nagyon hiányzott Mihály Schumacherből. Én a, ugye, Mihály Schumacher nyert két vb címet fiatalon viszonylag korán a pályafutása sorába, során a Benettonnal, és utána átszerződött a Ferrarihoz. És aztán ott egy ideig építették a csapatot, és aztán húzott még öt VB címet zsinórban, és megcsinálták minden idők egyik legsikeresebb éráját. Hamilton ugyanezt kicsi, kicsiben, nem is kicsiben, máshogy, nem is kicsiben én fogalmaztam, máshogy megcsinálta. Nyert egy VB címet a McLaren-nel, viszonylag fiatalon utána volt néhány sikertelen év a mclaren vagy szenvedősebb év, és aztán váltott egy szab nagy szabályváltozás előtt a Mercedesre, ami nagyon bejött, és utána darába jött még hat világbajnoki cím, tehát egy De konkrétan ugyanaz, az, az hasonló volt, mint a Mercedes eszesidő Én Ugyanazt csinálta, Hamilton. mint uh, uh, Schumer, csak nem kettő elosztásban, hanem egy-hat egy elosztásban a címek szempontjából. És amit Schumer nem mert bevállalni a 2000-es évek közepén, 2003 45 tájéken, tájékán, tájéken, tájékán, évekig, évekig, hatalmas pénzekkel, sőt, Fehér, üres papírra próbálta a Toyota elcsábítani Mihály Schumachert, hogy építse föl a Toyotának a világbajnoki győztes formegyes csapatát, és Schumacher nem merte bevállalni. Tehát annyira látta és annyira ismerte már a formegy működését akkor, hogy mi kell egy sikercsapatos, és mennyire nehéz összerakni ezt, hogy egyszerűen nem merte bevállalni, pedig állítólag a japánok elé rakták a fehér papírt. Tehát nem egy konkrét összeget raktak elé, azt mondták, hogy itt van, és írd le, hogy mit szeretnél, az lesz és ennek ellenére Schumacher nem vállalta be a toyota és aztán került ki a, a Forma 1 ugye ott egy jó néhány évre, aztán volt az a visszatérés, de az már nem volt olyan sikeres. egy idő előtt, 2006 végén, ugye a masszának való helycsinálás miatt, mert már a szerződés kész volt. Holott előtte, az előtte eltelt 3-4 évben bármikor választotta volna a toyota azt a toyota aki aztán behúzott farokkal távozott ugye 2009 végén, és hogyha mi Schumacher oda ment volna, akkor a Toyota projekt sem így végződik és ez nagyon-nagyon hiányzott nekem Schumacher szerződési pályafutásából, hogy ezt megcsinálja, mert ez lett volna az igazán nagy truvája végén. És most nem kell oda menni csapatot építeni Hamiltonnak, az tény. A Ferrari azért nincs, nem áll rosszul, de nem nyerő csapat jelen De mondjuk a Schumacher mondjuk viszont meglépte a visszatérést a Mercedes-szel, ami azért az ellensúlyozza egy kicsit, Jó, de a Mercedes-szel viszonylag védett formában ott is csapatot kellett építeni, tehát nem volt a nyomás rajtad, ha megnézed, mert ott nem azon múlt az egész, és aztán nem is tudod már úgy teljesíteni, ott azon sokat veszített. Tehát azt állítom neked, hogyha Schumer meglépi a Toyota szerződést 2004 5 tájékán, vagy akár 6 még benne lett volna egy akkor még simán benne színlelt. lett két, három, négy, nagyon-nagyon erős, nagyon jó év, kihagyás nélkül, motorbaleset nélkül, minden egyéb nélkül. És most Hamilton azt lépi meg, hogy nem csapatot megy építeni, csak picit formázni kell a Ferrari, formálni kell a Ferrari, de azért neki kell inkább betagozódni, és egy nagyon erő, piszok erős, a mezőnyék legerősebb versenyzője mellé megy oda. Igen, én egyébként állítom azt, hogy Lökler egy, egy, Ez egy, ez egy jó nagy vállalás. Egy körön Lecler, szerintem a legjobb a mezőny. Szerintem is a legjobb. Az, az egész nézzük, ezt sosem lehet majd exaktul mérni, de azt abszolút azt mondom neked, hogy egy körön felveszi a kesztyűt, a Löklerrel az már óriási fegyvert de szerintem nem fogja tudni. A verseny lesz a kérdés, a versenykalitások a verseny Igen, szóval Lök, Az mind. is érdekes kérdés ez, hogy hogy kezeli majd a helyzetet Lökler, aki azért az elmúlt években, amellett, hogy megmutatta, hogy milyen gyors, azt már mondjuk minden sorozatban tudtuk, hogy marha gyors, de hogy azt is megmutatta, hogy azért meg tud inogni, és persze a Ferrari is sokszor nehezen vezethető autót akart, meg mindent lehet mondani, és nem véletlenül hibázik egy klasszis versenyző, nyilván ezer dolog van a háttérben, de azért Lökler hibázott nem keveset az elmúlt években, futamokon is dobott el futamgyőzelmet is ugye két évvel ezelőtt. Tehát, hogy hát az erőn felül teljesíteni akarás, az mindig benne van. Azért mondom, a is akkor hogy láttuk ezeket a hibákat, amikor próbált igen az autó határai fölött, és azt nem lehet, ezt Hamilton sem tudja, tegyük hozzá. Nem, nem akarom ezzel lehúzni Löklert, mert mondom szerintem a mezőny top 3-as versenyzője kvalitást tekintve jelenleg, ha kiveszik a képletből itt a változókat, az autókat, stb. De azt gondolom, hogy azért Hamiltonnal érdekes tesz őket nézni. Szerintem egy nem fogja tudni, egyébként Hamilton szerintem sem fogja tudni felvenni átlagosan Lökler Ugye ez egy szuper team, tehát ez a legerősebb csapata lesz. 2025-ben nem tudok elképzelni ennél erősebb csapatot, ha csak de még az sem. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy mondjuk Norris Fairstappen mellé oda menne a Red Bull-ba, amit már tudjuk, hogy nem lesz így, hiszen hosszabbított a mclaren -nál. De még az sem lenne szerintem ilyen erős páros, vagy az hasonlóan erős páros lenne. Ez, ez valami elképesztően durva, és hogy összességében a Forma egy teljes egészét tekintve is. Nyilván Lökler még nem világbajnok, de ha a kvalitáséket nézzük, az adottságéket nézzük, akkor ez egy extrém erős párosítás. Tehát, szent a prostot sokszor felhozzák, hozhatjuk akár ezt is párhuzamban, nyilván ott világbajnokokról beszélünk, meg már akkor világbajnokok voltak egymás mellett, de, illetve hát Szena ott lett világbajnok Prost mellett, de hogy összességében, és ugye ezt Lökler ugyanúgy megcsinálhatja, tehát simán benne van, hogy aztán Hamilton mellett világbajnok igen, lesz. És igen, akkor... mert hogy nyilván, adott a kérdés, hogy most akkor ki lesz az első számú versenyző, de hogy ilyen esetben nincs első számú versenyző, majd az lesz, aki a több pontot hozott, és majd el, elérkezünk a szezon nem tudom feléhez, és valamelyiknek 50 ponttal több van, akkor majd az lesz az első számú és Ez versenyző. Érdekes Fölállás, mert ugye semmi csapat nem vállalja ezt be szívesen, és mindenhol megy ez az első számú és egy nagyon gyors kettes pilóta felállás, vagy a legtöbb helyen is, úgy hogy a leghatékonyabb pont szempontjából. De van két ilyen versenyződ, az a pilóta piacot is picit megmozgathatja, mert akkor most a Ferrari Meg. ezt behúzta, és gyakorlatilag van két ekkora klasszis náluk, akkor most mit lép a Mercedes, és mit lép a Red Bull, akiknél lesz felszabaduló a hely 25-től, Ú, uh, akkor mégiscsak kéne valaki nagyon-nagyon erőset hozni másodiknak? Vagy a másik autóba? Vagy most akkor játsszuk az eddig bevált dolgot. Mert hogy Hamilton és Leclerc ellen, hogyha Ferrari jó lesz, akkor egy második számú pilótának semmi esélye nem lesz igazából. Az csak Verstappen vagy csak Russell fog hát, tudni valamit kezdeni velük, vagy Norris. És, és akkor így lesz, érdekes igen. kérdés, Piastri. Igen. Szerintem van még Hamilton kapcsán benned valami, vagy térjünk át, aki lehet a Mercedesben Russell mellett? témára. Szerintem lassan áttérhetünk. Lassan áttérhetünk. Én, én annyit, annyit a pénzzel emlék... nem akarok foglalkozni, hogy akarsz, hogy mennyit keres, mert valószínűleg ja, sokat. Tehát az ázsi persze, olyan, magas, hogy beszélünk. Mindegy, hogy 50, 70, 80, 100, mennyit raknak a, a az egyéb projektjeibe, meg bármilyen... Meg egyébként nekem az, az a vicces ebben, hogy ha belegondolunk abba, hogy egy ilyen ö, sok pénzt megkereső, ilyen sikeres embert egyáltalán hogyan tudsz motiválni? Tehát nyilván fontos, hogy ki mennyit keres, ez nyilván kérdés is. És is meg... fizeted, nem, nem oda ár alatt. Tehát van egy de értéke, amiatt nem vagy, is illik beígérni. Meg biztos vagyok benne, hogy nem emiatt dönt. Nagyon sok helyen olvastam ezt, hogy hát azért ment el a mercedes mert ott nem tudom, csak meddig tudott volna nagykövet lenni a felhajnál, Igen, meg valószínűleg a jövőkép is benne van, és nyilván pénz nem ment volna a Ferrari, -ös. tehát azért ezt tisztázzuk. Tehát, hogyha azt mondja a Ferrari, hogy szóval nem ez megkapsz mindent, de nem fizetünk semmit, azért nem ment volna. Nem. Nyilván van egy adott piaci értéked, ami alá nem szerződsz, de az már mindegy, hogy az 50 millió, vagy 70 millió, igen. vagy 80 millió. Nem azért ment, szerintem abban megegyezhetünk, hogy nem azért ment a Ferrarihoz, mert 50 helyett 60 nem. milliót kínáltak neki. Az, a, vér, a, új kihívás kellett az az neki, új kihívás, neki, a, igen. a Nem a múlt ez igen. az egész. Nem azért, az, mert... hogy higgyen valamiben, igen. legyen valami, valami új vízi, ami motiválja, abszolút. Igen. Na, és akkor most már menjünk át a piac mozgására, mert az egyébként elképesztően érdekes. És ugye azért rengeteg pilóták, most nincs előttem a táblázat, de rengeteg pilótának lejár, vagy opcionálisan válhat a következő Á, évben. valami, csak de... Hát van azt, hogyha átdobod, akkor lehet, hogy előkeressem, de az a, az a lényeg, hogy ahogy Gábor már elkezdett felvezetni, ugye vannak az alapkérdések, ki megy Russell mellé, lehet -e egy klasszikus versenyzőcsere, és Sainz a végén a Mercedesnél köt ki. Az is érdekes kérdés, hogy Sainz mi lesz, nyilvánvalóan tavaly azért egy elég jó szezonja volt, Carlos Sainznak, melyik csapathoz, őt ugye az Audi-val hozzák nagyon sokszor, mindjárt gorcsia leveszik ezeket az opciókat. És... A keresem a szerződést. És, és, a másik érdekes kérdés, hogy vajon a, a, másik jelen pillanatban izgalmas versenyző, a legizgalmasabb versenyző az elmúlt években a sikerre tehát tekintve, Max Verstappen mikor mondja azt, hogy tök jó volt a Red Bullnál haromra nyerni magam, új kihívás felé nézek. Az is egy érdekes kérdés, mert ha Fersteppen úgy dönt, hogy hmm. Na, egy másik márkánál akarok valami komolyat építeni, akár itt a Sumáheres Hamiltonos példából kiindulva, ez is elképzelhető. Az biztos, hogy Fersztappen 15 év múlva nem lesz a Form 1, tehát ő valószínűleg nem fog olyan sokáig elmenni, mint tette azt Hamilton vagy Alonso. Úgyhogy ezek a kérdések, nem tudom, Gábor, hogy találtál-e valamit. Nem, tehát, tudom, hogy megvan, de most egyedül még nem leltem rá. Mindegy, kezdjünk-e beszélgetni mi, mi, a, lehetőségekről? Uh, Legtöbbnek, a legtöbb A legtöbb versenyzőnek lejárt az idei év végén a szerződés. Azokról beszélünk persze, akik eddig nem kerültek szóba, tehát ugye Norris hosszabbított, Verstappen <coughs> az nagyon sokáig uh, még ott van uh, a Red Bullnál. Hamiltonnak tudjuk a Ferrari szerződéset, hogy hogy változott uh, hirtelen. Ugye te hát 25 végéig a Williams-es álbon, de hát ezt most nem vegyük komolyan, az csak egy uh, árfervelés volt a Williams szempontjából. Igen, az az egy jó gondolat szerintem. Álbont Al el akarnák vinni. De meg megtalálom ezt a túti listát, mert természetesen megvan, csak Közben már egyébként más e nem le. Én nézem folyamatosan a komment szekciót, jöhetnek a, a tippek. Nyilván a, a két legfontosabb kérdés, hogy szerintetek ki mehet a Mercedes Verasztal mellé, a másik pedig, hogy Carlos Sainz hol köthet ki, ezekre e várjuk. A legjobb ötleteket egyébként itt jöhetnek a, e az összeesküvés elméletek is itt. Azt gondolom, hogy itt, e itt van ennek mindenképp. <coughs> mindenképpen helye. Ki mehet szerinted a legnagyobb esélye jelen pillanatban a mezőnyből a Mercedeshez. Ki bejárna a legjobban a Mercedes, és ki Akkor akar a leginkább két... oda bejutni? Na ez már három külön kérdés. a legnagyobb esélye szerintem Ábonnak is okonnak van. egyszerűen azért, mert abban a korban vannak, abban a helyzetben vannak, olyan teljesítmény nyújtanak, van kötődés, tehát ugye Okon még mindig Mercedes Junior erretek nem is utalt az Alpine bemutatón adott kérdésre válaszolva, illetve hát azért jelenleg egy Mercedes motoros autót vezet, és a Mercedes volt stratégia, fő stratégiája a csapat főnöke. Tehát azért ráállt a Mercedes elég komolyan az adataira, <kül> és, és egyszerűen olyan teljesítmény nyújt, de nekem okon is, ami, ami, miatt abszolút az el tudom képzelni, hogy beleígyenek a, Mercedes jövőképébe, és, és illeszkedjenek a rászeles csapatfelelésbe, de sokan bedobták, hogy gázli szerződése is lejár évvégén, és hogy Ugye, ő is szóba kerülhet. Gászli is egyébként nagyon jól teljesít. Csak hát ők a... abszolút pariba vannak. Igen, csak miután nincs, neki nincs semmilyen vonala a Mercedeshez, azért ezek a diplomáciai útvonalak azért sokat számítanak, amikor a tárgyalásokba kezdesz. Hát Úgy ugye Toto Wolf abszolút kulcs szerepet játszott mindig is okon életében, karrierében. Úgyhogy ezért tudom elképzelni ezt az okon alapont, hogy elsősorban. Alonzót én teljesen kizárom, megmondom miért. 43 éves lesz már addigra, de idén nyáron tölti a 43-at itt a Magyar Nagydi környékén. Egy egy éves, egy motivált, éves Merce ezt nem, akar, Merce nem akar, nem akar egy akar éves szerződést, egy 43 éves, abban az évben már 44 éves versenyzővel. És, jó, megtaláltam. Szerintem. És ezért alonzott nem tudom elképzelni. És az a nagyon jó helyen van, ahhoz, hogy jó fejezze be a pályafutását, és bekerülve azt hiszem mellé, egy nagyon gyors verseny, na ez volt meg nekem is, csak nem, nem találtam meg, jól csináltad. Tehát egy alonzónak több dolog szól ellene, mint mellette, mert ha megnézed azt, hogy az aszton hogy szerepelt tavaly, akkor összességében... Te mennyire nem friss, bocsánat, figyelj ez, egy, ez egy régebbi. Szóval, akkor mindjárt én megkeresem. A lényeg az, hogy az aszton most abból a szempontból nagyon jó hely alonzónak, hogy van egy olyan gyári, ez volt meg nekem is, Szóval van egy olyan kvázi gyári csapatnál első számú helye, meg nem kérdőjelezve, senki által nem zavartatva, aztról nincs a nyomába, és azt csinál, amit akar, mindent megcsinálnak, amit kér, és a legfontosabb, 26-ban jön a Honda, gyári, full gyári csapat lesznek, Honda motorbeszállító, a Hondának a csapata lesz az asztal. Igen. Ha az új motorszabályrendszerben a Honda egy jó motort épít, akkor az autó simán világbajnok esélyes lehet, és Alonzonak semmi másra sem nincs szüksége, csak arra, hogy egy olyan csapatnál legyen, a nyerhet, akár VB vagy csak futamokat. Hát, hogy jön a Honda, akkor Alonso elmegy. Ne, nem, <laughs> és ne, meg, meg se nézi az, az Alonso-tól most ez egy nagyon rossz döntés lenne, és szerintem ő sem erőlteti ezt, lehet, hogy felvette a kapcsolatot, de ez nem egy elsődleges kérdés, és a Mercedesnek meg a kora miatt. Meg, nagyon fontos, hogy azért az Aston Martinnál óriási infrastruktúra fejlesztés volt az elmúlt időszakban. Tehát most, ott most kezd ott van az, igen, az új gyár dolgo, most dolgozik. kezd igazán, új szélcsatorna, mint az, az onnan nem kell elmenni, úgyhogy jön a Honda motor szállítóként. Tehát az, az a tökéletes, tökéletes, hely, az inkább oda érkezni kell. Az, az arra lenni kíváncsi, hogy ki az, aki Alonso vagy stroll esetleg visszavonulnak. De ez egy jó kérdés. Aztán Mik Sumert azért vetem el, mert nem volt olyan teljesítménye, ami egyszerűen arra predestinálná, hogy ő egyből a Mercedesbe landoljon. Ráadásul szép volt Otto hogy próbálta növelni Mik Sumer Ázsóját akkor, amikor hát ő nem tudott neki ülést adni, de hát a többiek miért nem szerződtetik. De ha még Sumer annyira kapós lenne a Mercedesnél, akkor már Hamilton elszerződésének a napján bejelenthették volna, hogy még megnyugtatva a piacot, Mik Schumachert, mindenkit, aki most ugye Mik Schumacher az Alpinnál ott volt a bemutatón, és a sportató vb vezet a Vekes csapatban, cson jelentették bejelentették volna. Tehát ha annyira sokat érne Mik Schumacher, akkor nem is lenne kérdés. Akkor most azt mondta a Toto Wolf, hogy itt a remek emberünk, a tartalékunk, a szemünk fénye, ide följön rasszemmel és viszonlátásra. Igen, ez nem, Egy szó nem hangzott el róla. ez, ez nem annak a kérdése, hogy mi mennyire szeretjük mi sumát, vagy mennyire nem, vagy mennyit ért az F2-es bajnoki címei? itt tények vannak. Amit a form 1-ben nyújtott, az alapján miért járna -e neki ez a Mercedes üdés? Tehát nem, ez a, nem Igen. még lenne, hanem XY, csak egy versenyzőknek, megnézzük a két év alatt nyújtott teljesítményét, hogy kerülne ez a versenyző a Mercedes-be mellé? Igen, ugye itt, itt azért Mick Schumachernek valami esélye a formájba visszakerülése nem sok, azt gondolom, hogy van, de nem ilyen organikus módon. Tehát nem, nem a klasszikus úton, hogy igen, nem, a, nem az van most, hogy átsingoznak a csapatvezetők és várják, hogy mikor van hely Schumachernek, hanem kicsit inkább fordítva. Tehát lehet, hogy Mick Schumacher valahogy valamilyen projektbe visszatér. Mert... Tudod, vagy, hogy tudom elképzelni? Bocsi, bevágtam. Nem. Hogyha tényleg álmon lesz a Mercedes választotja, a Williams, a Williams, vagy Williams az, akkor James az az, mondja, hogy... Alpine -hoz, Alpine -hoz Nem, az, az, Alpinhoz mehetne okolni? De na, és ugyanezt Igen, ezt is el tudom képzelni, ezt írta is valaki Az alpinál úgy teljesít, ez a másik, amit el tudom képzelni, az Alpine-nál úgy teljesít idén sportautó a többiekhez mérten, hogy azt mondják, hogy hú, ebben a csávóban nagyon komoly, ami van, akkor simán el tudom képzelni, ha Okon távozna, vagy Gasly távozna, akkor még már az Alpine-nál. Ezt el tudom képzelni, hogy a Mercedesnél minden pénzem fölmerném tenni rá, lehet, hogy aztán meglepnének, de hogy így a eddigi 52 éven tapasztalat alapján azt merem mondani, hogy ez a Mick Schumer és az Alonso szerzetet is teljesen kizárt. Ugye itt van az a lista, amit itt az előbb kerestem, és nagy nehezen megtaláltam. Ugye ezt a középmezőnyt érdemes nézni. Itt Sergio perez egészen lefelé Logan Sargentig, itt mindenki 2024, megint lehajolok, hogy benne legyek a tévében ami nagyon vicces, nem tudom, ez mennyire látszik, Lance Stroll, rolling contract, tehát hogy nyilván, ha édesapád... Folyamatosan megújuló, tehát arról van szó, hogy automatikusan újul meg, mint egy előfizetés, amit elfelejtesz lemondani, akkor... Ha Lensztról nem jelzi édesapjának, akkor a következő évben is Forma 1 találja magát. Igen, egyébként szerintem most csak egy-két mondat, de hogy szerintem azért Stronál ez nem fog a végletekig menni, tehát amikor már a Honda meg itt lesz, meg minden, akkor már szerintem, szerintem kevés lesz az, amit most nyújt Lensztról, úgyhogy Mindegy, őt most egyedre hagyjuk, de hogy itt van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 versenyző, akinek tulajdonképpen lejár a szerződése a szezon végén. Tehát itt olyan őrült pilóta mozgás van. Egy kérdésem van hozzád, Gábor, amire először én válaszolok, és kertsek a véleményedre. Ugye lesz egy nagyobb szabályváltoztatás. Azért évről évre vannak szabályváltoztatások, de ezek, ezek kisebb szabályváltoztatások, optimalizálások inkább, meg technikai direktívák, irányelvek, iránymutatás de hogy 26-ban lesz egy, egy, nagy volumenű mindent, erőforrást, visszatöltés, már mint energia visszatöltés, mindent érintő, autók kisebb lesznek, megváltoznak dolgok, hogy mennyire fontos az, hogy 2025-ben már az a versenyződ legyen, és azzal e, dolgoz együtt, akivel 26-ban is fogsz majd versenyezni. Mert én úgy érzem, hogy ennek azért van fontossága, hogy már a szimulátorban azt teszteljen, hm akivel majd 26-ban az új autóval menni fogsz. Van, ez, hát szerintem fontos? Hamilton is ezért választotta a 25-ös Ferrarihoz lépést. Mert ez jó dolog, hogy már megismeri időben... Megismeri a csapatot. Igen. Meg részt veszel a fejlesztési Meg a fejlesztésben, tudsz mindent az első pillanaton, nincs löklernél a helyzeti előny az új fejlesztések kapcsán. Fontos, igen. És megismeri a csapatot, belakja, sajátjával teszi egy év alatt, és az a 26-nak úgy mehetnek neki az új szabályrendszernek, hogy ott már otthon van a ferrari -nál. Úgyhogy a 25-ös fontos, úgyhogy ha például a szempontjából, aki most kikerül majd ugye a ferrari Sainzot egyébként valós eséllyel, akár a Mercedeshez is gondolhatnánk. nem, lenne, nem, 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 nem feltétlenül. ami egyébként valószínűleg nagyobb versenyképességet is adna neki, és Lasszer -e szerint, ami jó, kijönnek egymással. Tehát sem vetném el egyébként lehetőség szempontjából, hogyha a neveket sorolatjuk, uh, sorolgatjuk. Viszont a Science hisz az Audis projektben, ahol ugye az édesapja meg Audival meg is nyerte a Dakárt, ahol <laughs> <de, de>, <laughs> eh, megvannak a kellő kapcsolatok is. Szóval, hogyha hisz az Audis projektben, ami megint csak nem egy-két év lesz, amire az képessé válik akkor Sainznak 25-ben már a Steak, Kick, Sauber, anyám Kína, nem tudom, hogy hívják, formegyes csapatnak kéne vezetni, csak azért, hogy ő is picit belakja, és 26-ban már vezéregyenikségként mehessen ott. De hát Bottas ugyan erre ácsingozik, és szerintem Joe is, de hát tudják hogy arra valami kevés esély van, hogy... 2026-ban Bottas Gyó felállásban Audi nem, az versenyzőként. Én, én Bottas érzem meg, őszintén. Nekem az a kérdésem Szaincsal kapcsolatban, amit nehezen tudok eldönteni, most inkább a afelé hajlok, hogy nem képes arra, hogy Carlos science vajon lehet -e egy gyári alakulatnak a húzó embere. Ő van-e olyan kvalitású versenyző, és, és van-e van olyan személyiségű versenyző. És, és azért az elmúlt években elég jó teljesítményt nyújtott Carlos Science, nem szeretném őt lehúzni, egy elég nehéz ellenfele van. Sárlökler, mert nehéz tartani a lépést, időmérőn nem is feltétlenül mindig tudja a Versenyeken azért... egy verseny, különbség. Versen azért elég, elég jól összeszedte Ez magát. egy szoros csata kettejük között, és Science technikusabb beállítottságú, tehát ő jobban is kezel, nyilván idősebb, számít. Tehát az a... Hú, azt hiszem öt év van köztük, lehet, hogy négy. Hogy az a, az a korkülönbség, ami kettejük közt megvan, az érettség szempontjából Science-nál amúgy is érződik. Tehát, hogy ez sokkal ő, inkább meri irányítani a csapatot, visszamer szólni a stratégának, visszamer szólni a versenymérnöknek, lásd a szingapúri győzelmet. Lökler sokkal inkább hagyja magát irányítani, és utána meg utána számon kéri a csapatot, csak nem meri a kezébe venni a kezébe. És nyilván benne van sok minden, a emberi tulajdonságai is. Science határozottabb, Science mögött ne felejtsük el, sokkal nagyobb. Uh, hátszél van. Tehát ez azért nem akarom ezt a helyzetet nagyon kiélezni, de Lökvár sokkal inkább egyedül van. Hiába ferrari Liebling és hosszabbítottak vele, és jó, és nagyon megérti magát. Fredrik Vasseurrel, a Science klán, ami Science mögött áll, az nagyon erős. A, a menedzsmenttel, ugye az unokatesós menedzsmenttel, az édesapjával, a szponzorokkal, ott azért egy nagyon erős package van. A pályafutása elejétől kezdve, tehát Igen. már formautós kezdeti lépéseitől kezdve nagyon föl volt építve, óriási név az apukájának köszönhetően az nem egy egyszerű brigád. Ott nem csak Carlos sainz vívsz meg, ott az egész Sainz klánnal megvívsz. Ez, ez, egy, ez egy, nagyon jó gondolatmenet, mert uh, itt nem csak, és itt a jó megvilágításba is helyezi a dolgokat, hogy itt, itt nem csak egy-egy versenyző, meg egy-egy csapatról beszélünk, hanem itt, óriási politikai harcok mennek a é. háttérbe. És egyébként ez igaz már a egészen a junior kategóriáktól kezdve, hogy melyik gokart csapatba kerülsz, melyik motort kapod meg, utána az F3-ba, ha eljutsz, melyik csapattal mész, ott, hogyha nem jönnek az eredmények, ja, akkor mérnökőt. hogy változ? Yeah. Igen, és, és, és ezek basszus, ezek örökké. Tengedhetsz meg egy, egy ilyen technikai sportágban ezek örökké elképesztően fontos dolgok. Mennyit tudsz gyakorolni, mennyi lehetőséged van, milyen mérnököt kapsz, és igen, ezek mind, mind beleszólnak. Szánsz, nagyon ez nagyon magabiztos, igen. ennek köszönhetően szállsz maga aztán A rajta. Igen. És szóval ő egy érdekes jelenség ilyen szempontból, mert megvan az alapgyorsasága jó versenyzői alkat, de mégis hiányzik neki szerintem néhány tized százalék, vagy egy kicsi ahhoz, hogy a leggyorsabbak közé tartozzon. Igen. De bármikor be tudna húzni egy VB címet egy jó autóval. Tehát neki egy, egy, Audi, ahol ő vezérpilóta lehetne, és az Audi mondjuk győztes autót épp, tudna építeni, Sainznak tökéletes alkalom arra, hogy világbajnok legyen. De szerintem Sainz sosem tudna világbajnok lenni, mondom, ez megérzés. Egy Lökler, egy Hamilton, egy Verstappen, vagy akár, akár, egy Norris mellett sem. Mm -hmm. Tehát ott mindig kikapna, mert a nyers tempóban van egy olyan pici, minimális lemadás, hogy tudod, még ezek a nőhanszok, amit már nem találsz meg a telemetrián sem. Igen. Amik és, már annyira az és, és, utolsó érzék és ezek, ezeket dolgok, néha, érzékelési dolgok. Néha tudod árnyalni, egy-egy jobban ráérzel a pályára, nem, jobban magadra tudod hangolni. Csak 24 futamon keresztül futamon nem, futamon nem tudod. 16-18-ra ki, 16, ki fogsz kapni 24 verseny hétvége alatt, és az, az el is dönti. Vagy 12-12, az már nagyon de mondjuk egy... 14 10 20 az sem elég. Tehát, hogy, hogy az elej, ez a nehéz ebben, amikor, amikor extra és, és Science is közel van az, hogy extra legyen, csak nekem egy pici hiányzik a... De ez, ez, jól megfogalmazta, az szerintem egykörös ez tempójából, tempójából is, a verseny tempójából is, minimális, nem sok, nem sok, ami, ami David Kultárnak hiányzott. És David Kultár nagyon erős verseny típus volt, ahogy Baton is, az egykörös tempója volt kicsit lejjebb, és hogyha mondjuk kultárdot hekinen hasonlított, talán a extra klasszisokhoz képest, ebből csináltam egyébként pont az egyik briefing roomban, már mosolyognak a vége most, mert pont erről csináltam Ez egy szeretést, hogy, hogy a nagy nevek mellett meglévő nagyon erős második pilóták, vagy, vagy csapattársak mire jutottak, és azok az arányok, amik például a Verstappen-Perez, a Hamilton-Bottas összevetés mutat, a, a Mihály Schumacher, Rubens Barrichello összevetés, ugyanez Hekinen Kultád, vagy akár Ayrton Senna, Gerhard Berger, csupa nagy név, amit elmondtam. És kezded el, hogy az arány a Hekinen Kultádot kivéve ugyanaz az összes többinél. Tehát ugyanolyan mértékben, ugyanolyan nagy mértékben veri Verstappen perezt, ahogy verte Hamilton Bottaszt, ahogy verte Senna Bergert, ahogy verte Schumacher Barikellót, és ehhez képest Kultádnak a legjobb a a mutatója, tehát valószínűleg ő volt a legközelebb az exokasszishoz, ahhoz az exokasszishoz, aki sosem lett világbajnok, mert egy nála is jó pilóta volt a csapattársa, pedig egyébként lehet. Egyébként volna. milyen durva, hogy ez sokszor egyébként, bármennyire is a teljesítményekről beszélünk, de hogy a szerencse kérdése is. Tehát, hogyha jókor vagy jó helyen, mint például Jensen Button sztoria szerintem tökéletes erre, aki nyilván egy nagyszerű versenyző volt, és oda került egy kis csapathoz, nyilván erről van egy dokumentumsorozat is, most nem tudom a Disney, vagy melyik, azt hiszem a disney van fent, pont egy pár hete néztem meg, érdemes megnézni. Ja, a Brown melyiként. GP. A Brown GP film. Érdemes megnézni azt a dokusorozatot, mert... Egész szakmai oldalról, oldaláról mutatja be egyébként a történetet, és, és hogy ott is az volt, hogy a kilátástalanságból egyszer csak ugye épült egy jó autó, a, a dupla diffú, diffúzor, meg minden, Ross brown, um, és hogy nyilván ott ő Barikellónál jobban ráérzett, jobban is alakultak szintén. Jobb pilóta a dolgok. is volt Barikellónál, a... és, és világbajnok lett, de mondjuk, hogyha nem tudom a. Um, Álomzó mellett kellett igen, volna helytelni a lehet, de hogy... Volt de volt Hamilton hogy... csapattársa, és, és volt nem törnélem, nem mert, rossz, de És év, amikor megverte Hamilton. Tehát, Moment, hogy, hogy azért nagyon veszélyes egy olyan csapattárs, aki... <hazit> ugye bátor, na, nagyon fiatalon, ő is a fiatalok, azok közé tartozók, nagyon fiatalon nagyon kezdtek a formányi. Nagyon-nagyon magasan volt az Ázsiója. Akkor rá lecsapott rá Williams. Még vita is volt ott a Williams meg a bárhonda között, még ilyen szerződés visszavásárlás, mert vissza akart szerződni Williams ez a bártól, aztán meggondolta magát. Szóval volt Batman is vita húzavona, tehát egy nagy, egy nagy formátumú versenyző volt, aki aztán amire oda jutott, hogy világban egy címet szerezzen, már nem volt annyira erős az egykörös tempója, mint mondjuk Löklernek, vagy Hamiltonnak volt anno, vagy az igazán erős egykörös tempóra rendelkezőknek, mint Fersztappennek sem az egykörös tempója az igazán kiemelkedő, hogyha már az aktuális világbajnokat is szóba hozzam, hiszen igen. mindenki ahhoz méri most magát. Tehát Fersztappen nagyon gyors egykörön, de mégis a verseny tempója az, ami még kiemelkedő és Baton is így járt, és Baton ezért volt például egy érdekes példa, ezért hoztam Kultárdot is. Tehát őket egykörön meg lehetett venni, és ezért kedvezőtlen a pozícióból kezdték a versenyt. De a versenykvalitásaik, a verseny olvasási készségeik, vagy a változó körülményekre való reagálás, Baton, abszolút csúcs kategória volt. És emiatt Igen. tudtak világbajnokok lenni adott esetben, vagy emiatt tudtak mégiscsak sikeresek lenni, vagy majdnem pariban lenni, vagy adott esetben megverni egy náluk egyébként összetettségében, vagy komplettségében, óranderségében jobb versenyzőt, egy hamilton vagy bárki mást, mert olyan erős a versenyteljesítményük, és a pontokat a versenyen osztják, hogy mégiscsak felül tudtak ezen kerekedni, a valamivel gyengébb időmérős kvalitásaikkal együtt Igen, is, de egy, ez nagyon ritka. De meg meg aztán, a mai modern egyébként egyre inkább tolódik el már hosszú idő óta a versenyen nyújtott teljesítmény felé, még jobban a fókusz, mert mert most még kevésbé van arról szó, hogy végig tudod nyomni a futamon. Ez mindig ez mindig Nem, így volt. úgy érzem, hogy egy kicsit, Igen, Röni kicsit Arnaud, még. Arnaud, hogyha egykörös vb k lettek volna, ezt imádom a lapai mondása, Dávid Sándor, innen is Isten éltessé és tartsa sokáig jó egészségben. ő írta és mondta is annak közvetítésekben, hogyha egykörös vb k lennének, Árnu, már tízszeres világbanok lenne. Mert hogy embertelen mennyiség üdőműröt meg tudott nyerni, de nem tudott normálisan gumit kezelni, versenyezni, szétizgulta, nem volt, nem jött a versenyző alkat. És nagyon sokan vannak így, hogy jó az egykörös tempó, nézd meg az öregeket, a nagy öregeket, pont az előbbi jutott eszem, amikor Hamiltonról beszéltünk, hogy ha lett volna az 50-es években már közösségi média, meg minden egyéb, hogy micsoda bomba meglepetés lett volna, amikor az Alfa Romeoval a világbajnok Juan Manuel Fangio a Mercedeshez igazol, aztán a Mercedes kivonulása után a Ferrarihoz igazol, aztán egy Mozarátihoz igazol, és mindenkivel világbajnok lesz. Tehát ezt nem tud überelni, de nyilván az, az a korszak kellett, Sokak kisebb versenyképességű versenyzők ellen sokkal kevesebb valós jó csapattal és minden egyéb lehet ma sokkal nehezebb ezt elérni, de nyilván aki extra klasszis, az, az kiviláglik bárhol, bármilyen mezőnyben, bármilyen korszakban. Ez így van. Énként arra gondoltam, hogy ugye azért volt az elmúlt, mit tudom, másfél évtizedben egy, egy ugrás a, a kezelőszervek, a, a verseny lebonyolítás Mármint belülről a kokpitből való kezelése, a beállítás változtatások, a finomhangolások, a minden ilyen téren talán egy kicsit összetettebb. Rendelünk vacsorát, aztán folytatjuk? Vagy hogy? Igen, valami sonkás pizzát kérek. Nekem van még ezzel kapcsolatban egy ilyen mellék témakör. Tényleg kezdek lenni, csak azért dobtam meg. Jó, nem tudom, hogy meg. és akkor eddig folytasd egyedül. Jó, egy hozd, és akkor hamar hamar megvan. Uh, viccet félretéve, hogy a fiatalok kérdése, vagy a fiatalok helyzete, én beszéli, mert én beszélni már nem nagyon tudok, de ezt nézzétek el nekünk így két és fél óra lassan adás. Ennek a rossz követő. május szövegek, hogy amúgy se tudunk, de most a két órára két órára... De hát ezeket, nyugod, ezek jöhetnek, ezek, ezek mindig. jó. akkor már egymást is osztani Ezek, szok. ezek, ezek minden, micsoda? Nem, 8 óra 9, Dani, csinálj valamit, mert most már több mint két óra jön. Milyen téma maradt, beragadt ha, még bármi? Igen, egy mellék melléktéma a fiataloknak a helyzete, ami most anélkül, hogy megneveznék versenyzőket, szerintem most ebben a hely, egyrészt bazil erős a mezőny alapvetően. Abszolút. Brutál jó versenyzők Piastriura nem tértünk ki egyébként. Igen, piaszra nem tértünk ki. De beszéljünk majd Piastriura a következő adásban. Most, most, már figyelj, te, te fogsz élni, Tehát, hát tudom, Na, de hogy, hogy azon, hogy szerintem most így a pont amiatt, amit az előbb beszéltünk, hogy 25-ben szeretnél olyan versenyzőt, akivel 26-ra fel tudsz együtt készülni, a versenyző is azt szeretné, most ilyen esetben hozol egy fiatalt, aki még soha nem, vagy csak pár kilométert ment Forma 1 autóval? Tehát, hogy, és, és nem tudom, tehát hogy lehet, hogy Forma 1 egy szimulátorból is tök keveset ül. Tehát szerintem ilyen, ilyen szempontból most megint egy egy olyan olyan helyzet van, ahol nehéz utat találni a fiataloknak. Én Vannak tehetségek, el. de ehhez hogy... Ehhez nehéz, meg a korosztály is kicsit tolódik kifele, ugye nem csak a hanem Hamiltonnal és a többiekkel is. Ugye ott Igen, van az Pulcher. öregek egyre tovább bírják, Igen. és megjött az új generáció, és meg két új generáció is Igen. megjött, és őt még nagyon sokáig el fogják vinni, szóval itt most belépni ebbe a mezőnybe elképesztő nagy klasszis, nagyon nagy ígéretnek kell lenned, és már ha a szoba ugye itt uh, Andrá Kimi Antonelli, ő például a Mercedes-Ferstappenje lehet, Igen. de, és akkor 2025-re meghúzod-e azt, hogy egy 2024-ben Forma 2-ben debütáló versenyzők, aki, tegyük fel, megnyeri a Forma 2-t. az, nagy, az ne, ez is Egyből, nehéz lenne, mert hát, nehéz, a ne, nagyon, erős nagyon, a nagyon erős a mező, Jó de mondjuk nyel, tegyük fel, behúzza. 25-ben a Mercedesbe beülteted rá szemmelé, mellé Forma 1-et tanulni. Maximum vagy Williams tudnék elképzelni neki esetlen. Hát Azért mondom, hogy még a legnagyobb ászoknak kinéző fiatalokkal is nagyon nehéz ezt meglépni, és gyorsan most, aki Fersztappere gondol, ő is lenyomott majdnem másfél évet a toro Oroszóban, Sainz mellett és onnan lett hirtelen beugrás a Red Bullba, és meg a Red Bullnál is eltelt azért egy-másfél év, amire, amire összerázódott mindennel, és aztán elkezdte teljesen bedarálni ricardo -t. tehát hogy ilyet nem lehet megcsinálni egy 10 ricardo a kiesett valami itt a nagy kavalkádba, vagy ő már nem? Szemfuga. <laughs> Tényleg hozom valaki egy Gábornak, mert ez, ez, ez kezd durva lenni. <laughs> Na jó, uh, akkor Purser, hát Érzed Drugovics. a Ricardo esét bárhol? Nem. Na, hát ott Nem igazán, de gondoltam át, hogy a nagy, ésséged, edd, nagy ésséged, de most így azt mondod, hogy na, Ricardo biztos, Ricardo hogy a e, előbb, igazán. ne akadjon meg a torkán a Cunoda féle sushi, és akkor Ezt, Ez egyre meg. rosszabb. <laughs> na, nem tudom, maradt-e még benned ezzel kapcsolatban valami, nem, esetleg elkezdünk egy újabb témakört, vagy hát még van egy nagyjából 9-10 óránk a reggeli. Azt uh, addig itt maradunk. RB Ketchup jelentés amit jobban benéztünk ez, ezúttal. Hát nem mondtad uh, nekem, hogy 10.30, én elhittem. Mégül is igazad persze. lett, csak este 10 ez Mondtam neked, ne, hogy Las Vegasban nem tartanak nem, reggeli bemutatót. Nem, nem, úgy zajlott egyébként, hogy á, Gábor, ez, ez mikor lesz most, nézd meg, oké, ez és még számoltál is, de mindegy. Számoltam, mondtam, hogy annyit mondta, hogy 1030 kor van ott én idő szerint, nem azt mondta, hogy 22.30, én meg vettem a 10.30, no, figyelj, akkor az az 19.30 lesz nálunk, és igaz. Ezt a, azt a fránya PM-et ott Mindegy? Le, le Autóban voltam, <laughs> meg ő is, úgyhogy szerintem ennek be tudjuk. Na jó, hát akkor majd ezzel kapcsolatban a következő adás. Lesz még adás. Arra figyelj, esetben... hogy a Mész Londonba, ott ne nézz be az EMPM-et, mert Fú, azt... jó. Hát neve követ... maradja maradj a tavalyi Red Bull bemutatójáról. <laughs> Ezt majd a következő adásba vágok vissza, mert most már én sem tudom, hogy merre van előre. Az biztos, hogy jövünk még két adással. 15-én. Jövő hét csütörtökön, ugye? 6 tól Igen. Akkor Dani nem lesz velünk. mert... Igen, akkor Londonból fogom majd nézni az kén, eseményeket. Én puposkodik Igen. majd. Igen, hát ott fogok fontoskodni. Igen. Hát figyelj, látni fogjátok, mert a feje mert az. Megpróbálok belőni, mert azt hiszem magas belő... sarkut vegyél, hogy biztos lásson mindenkinek. Nekem magas sarkuk Azért mondom, hogy még ezt is. Jó. Um, hogy van? Úgy van, hogy az egyik nap a Mercedes, azt hiszem csütörtökön a Mercedes mutat, nem. Szerdán nem. mutat be a Mercedes, csütörtökön mutat be a Red Bull. És a Ferrari kedd. Ferrari kedd, Igen. És én, én kint leszek ugye Angliába, és akkor... Meg... meg az Aston. Igen. Hétfő Aston, Ferrari. Tudom. De hétfő Aston, kedd Ferrari. Szerda a Mercedes, csütörtök Red Bull. Igen, szomjas is vagyok, már ezt is írták. Azért szorongatom, mert elfogyott. Um, És még van hogy McLarenünk is 14-én, ami egybe van a mercedes a jól emlékszem. Igen, Igen mert a McLaren bemutatta a festését, de hogy lesz egy rendes bemutató is. A, a tavalyi autót. Az új gondokat. <laughs> na, szóval lesz még adásunk. Én megpróbálok belógni valahogy a Mercedesnek nek az ilyen Shakedown napjára is, vagy nem tudom, teszt napjára, ami lesz, ilyen bemutatót szerveztek, de most van még kisebb volumenűt, na mindegy. 15-én akkor én nem leszek, de Gábor lesz. Azt hiszem Máté is lesz, Újvári Máté, tehát a Boxus a csapat uh, teljes mértékben tiszteltét Sőt, még lehet, hogy kis Norbi is És te? kis Norbi, én úgy tudom, hogy kis Norbi Na, helyett lesz hogy majd úgyhogy Norbi fogja kezelni a gépet. Úgy, ő, 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 amúgy is, a kis Norbi egyébként tök, tökre vágja így a számítógépes világot, ugye a szimulátorozásnál minden, mert te is, úgyhogy Na, ennyire nem valamelyik kötök megörökítő. Nem itően. akarom, ez usta vagyok. Hát nem olyan nehéz az a produkciót reprodukálni azokkal a kis képekkel, amiket, az jó. nem? Az, tehát, hogy az... jó felbontásokat talál, majd küld jó felbontású képeket kintről. Igen igen, 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 király. a minőségben. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk, és lesz majd 26-án hétfőn. Igen. Az tesztek is tesztek után. Egy... Igen, az egy hasonló vonalmenő műsor lesz, mert ott három tesztnapot fogunk ki. Ezt már, ezt már fixáltuk, hogy 26? Igen, hétfő. Akkor, igen. akkor de már megtudtam ezt is. Nem, amikor ketten megbeszéltük, de mindegy. 26. A tesztek utáni tesztelemzés, és az már gyakorlatilag igen. a verseny hét igen. Lesz. Mindenképpen legyetek ott velünk, mert akkor megmondjuk, hogy ki lesz az idei szezon az a világbajnak. A Gábor <laughs> leveg tétjeit. abszolút és elmondja, hogy melyik futamot kinyeri majd Egy meg. És a szokásos Addigra már kitaláljuk, hogy ki hol versenyzik 28-ban. Na jó, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, főleg azoknak óriási pacsi és köszönet, akik megnézték ezt a műsort. Remélem, hogy legalább olyan jól éreztétek magatokat, mint én itt az elmúlt három percben, Gábor. Egy és futam volt már, annak, ava igen, köszönjük szépen a Forker k a szervezést. Ez egy eléggé utolsó pillanatban összepakolt adás volt. Tervezünk a Box utca oldalán is menni majd a továbbiakban, úgyhogy köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Meg itt a vizedet? Ez a baj, meg, hogy még vizet se ittam. Meg, 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 én hidratáltam. Bár most lassan már más típusú ital a hidratálnék. Na mindegy, ez egy másik témakör. Köszönjük, ez hogy a következő, itt következő adás mérünk. szponzor helye volt. Igen, igen. Támogatókat szívesen fogadunk, természetesen van lehetőség itt, ott, amott, mindenhol. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, folytatjuk jövő héten. 15-et, ciao! Te vigyázz magad! Magnify. Professzionális online marketing megoldások, kontentgyártás, rendépítés. attól sem riadunk meg, ha valami tegnapra kell. A stúdiót és a stábot a 4 biztosította. Végén Motorsport, az új Forma 1-es